Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra, múlt 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Végre. Drága hallgatók, itt vagyunk. És elkezdjük a kedd reggelt. Gyerekek, világosabb van, mint... tegnap volt, nem tudom ennek mi az oka. Mint amikor sötét van. Igen, annál sokkal. Mert álljátok, hogy a fél percenket hosszabbodnak a nappalok. Mindig, és így jön ki. Aztán most meg nem tudom hány luxal világosabb van, mint luxal. Tegnap. Ne. Halló? Igen, mi van tudod, veled 6-15-kor? De mi a fele van, gyerekek? Mondjátok meg nekem, miért van ennyivel világosabb? Másodikus. Később indultam, de hát ugyan ilyenkor szoktunk ilyenkor megköszönni. Sok reklám, egy zene, és itt vagyunk. Én feljöttem az aluljáróból reggel, miután elfogyasztottam a kis kávémat, és megnéztem az órámat, hogy nem aludtam el. Ugye? Hogy azt hiszed, hogy 7 óra van, vagy 7:30. De hát aztán óraátállítás, tudjátok. Ja, igen, akkor leadunk. Nem, szerintem nem jövő. Még egyet? Március utolsója, nem? Az március idusa. Március utolsója, és akkor minden újra sötét lesz. Viszont akkor már este 6:30 lesz világos. Az nagyon jó. Azért az ízlegessük egy kicsit. 6:30 a gyerekkel bringázó, jössz, mész, ki tudsz menni, végre sétálni, nem kell fölöltöztetni egyik gyereket se, úgyhogy az nagyon jónak tűnik. 6:30. Várjál, attól még nem lesz melegebb. Hát ez szépen lassan megyünk bele a tavaszba. Melegebb még nem. De aztán jön az április, Istenem, a május. Itt a nyár. Apa, nagyon fázott. Indulunk biciklizni. Ez már a tavasz, engem nem ver át senki. Hápa, nincs rajta semmi. Szóval, hogy hát menthetetlenül megyünk bele a jó időbe, gyerekek. De jó. És igen, hát jön a jó idő. Még egy kis sötétben munkába járás, majd az órátállítás után, és aztán az is elmúlt. Igen, itt a tavasz, itt a nyár, itt az ősz, itt a tél, aztán meggondolkodhatok rajta. Nagyon durva. Vagy, hogy bedobtad rögtön a karácsonyt. Nagyon durva, de 3 hónap és rövidülnek a nappalok. De mi? Ezért legalább ezt a 3 hónapot ad nekünk. Júniustól rövidülnek a nappalok. Tehát a júni közepétől egyébként megint megyünk bele. Tehát most megyünk ki belőle, és 3 hónap múlva már újra rövidülnek a nappalok. És jön a tél. Tehát azért ez így dermesztő, ebbe belegondolsz. 5 millió árban nézték a közszolgálati tévét. Jaj, hagyjad már ezt. Nem nézted? Nem, ez 5,3 ember. Atya Isten, atya, úristen, mi történik itt, gyerekek? Komolyan mondom, gyerekek. De az a jó, hogy ez most már nagyon-nagyon durva, ami a közszolgálati tévé történik. Nézettségi adatok 5 millió 100 ezer ember. Hol? Hát én is látom ezeket és a nézettségi adatokat. És mutatják őket egyenként. Nap, mint nap kapom a nézőtől a nézettségi adatokat, percre, pontosan nézőszámra lebontva. Nem láttam 5 millió embert. Az a baj, hogy a csúnya Nielsen meg a csúnya Sebestyén Balázs rosszul nézitek. Mondom neked, hogy van. A napi 20 híradója van most az MTVA-nak, tehát összesen, ha azt az egészet összeadod, akkor szerintük az 2 millió, és ezzel mindenkinél többet néztek. Én tegnap tanultam a nézettségű adatok mérésénél, hogy az hogy méred, hogy mi a share, meg mi a reach, meg ezeket hogy méred, de nem mutatnám ezzel a hallgatókat, de hogy 5 millióan talán utoljára a Friderikus Show-t nézték egyébként. Nyilván az MTV arra gondol, hogy akik beléjük nézett, de hát az nem egy objektív adat, hogyha oda kapcsoltál 10 másodpercre. Egy nagyon jó cikk volt ezzel kapcsolatosan. Hogy például a BKV-val, hogyha azt nézed, hogy egy-egy állomáson hány ember halad át, akkor éves szinten 235 millió utasa van a BKV-nak. Csak ez nem ugyanaz. Hát az nem ugyanaz, ugye? Tehát mert egy utas végig megy, mondjuk 8 megállón, te például mire ide. Na, itt van. Híradók együttes napi elérése vasárnap 2 millió 640 ezer. Aha, igen. És igen, az a share adat a százalé, vagy 29 share, híradók száma 20. Tehát összeadták a 20 híradónak a nézőszámát. És úgy, hogyha belekapcsoltál, tehát te ennyire így bekapcsoltad az M1-et, az már ért. De az nem, az elvileg nem így nézik a nézettséget. Hát, elvileg nem így számolják a nézettséget sem, a napi share adatokat, se a reach, se az elérés, se semmit nem így számolnak, hogy akkor én belenézek egy percre, akkor én már nézem. Nem. És nem tudom, figyeltétek el, hogy úgy rakták össze a híradók nézettségi listája alapján ezt a kis első topot, hogy ha valaki a számokat nem nézi, akkor azt látja, hogy RTL Klub 6. Ha persze. De hát ha számokat is nézed, akkor nem. Ez elképesztő. Gyerekek, ez megdöbbentő. De tényleg, hogy itt mi folyik.
Mert az, hogy lefagynak, én abban nem is akarok belekötni, hibáznak, dolgoznak az eleje, most előfordul. Az, hogy mennyi pénzből, nem is menjünk ebbe bele, mindegy. Tehát elindult, majd döcögősen indul, be fog ez indulni, igen, úgy csinálni az ember, hogy annyi az, a költségvetésük, mint az összes tévének együtt végbe szor 3 vagy 2, tehát brutális a költségvetésem. De jó, elindult, tehát sokan szétszették őket, bántották őket, döcögött a dolog, ez benne van, nagyon sok új munkaerő, nagyon sok új riporter, nagyon sok új vágó, új technika, tehát ezt az ember érti. Na de a nézettségi adatokban miért kell hazudni, azt viszont nem értem. Tehát, hogy az nem jó. És annak nincs szép üzenete. Igen. És ezt a nézők előbb-utóbb látni fogják, és ezek a nézettségi adatok egyébként mindenki számára nyilvánosak. Tehát már nem úgy van, mint régen, hogy 3 nyakkendős ember ezt megkapja. És az irodájában kielemzi. Ezt a nézettségi adatot megkapja az Origo, megkapja az Index, megkaphatja a 444, megkaphatja a HVG, tehát ez bárki megkaphatja. Ezek már nem titkos adatok. Ezeket a nézentől te be tudod kérni. Ezeket elküldik neked is. Ez látszani fog, hogy nem nézték 5 millió. Ha úgy számol az M1, hogy egy perce belenéztek. És már írtak is róla tegnap, ugye pont. Már született cikk tegnap, nem láttam. Én ezt a BKV-s példát onnan vettem, tehát ezt a szempontot pont az Index, az Origo írta meg, hogyha így nézed, akkor valóban megvan az 5 millió. Gondoljátok el, hogy mit olvas ki belőle. Igen, ha most egy percet néznék a Rising Star-t, vagy egy percet néztek volna, mit tudom én, az Éde Hotelből, vagy egy percet néznének a barátok közben, ezek a műsorok nem mennének. Egyik se. Már nem lennének. Persze. Tehát, hogy már megbuktak volna. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy percig nézett, hanem az adott műsor idő alatt, amíg tart mondjuk fél óráig, azon belül az éppen akkor tévénézők százalékából hány százalék nézte azt a műsort. Ez ugye a Shell adat például. De hát ez, na mindegy, ez nagyon szakmai, ez a hallgatók már ráborultak a kormányra. Na nem hiszem, ez hát minket szakmai, mi szakmázunk, mert hogy ők is belenéztek, de ez a mi szakmánkat érinti, csak fura, amikor ilyen adatokat olvasok. Te is benne vagy az 5 millióban a volán mögött. Ha csak egy másodperc. Képzeld el, olyan lenne a nézettség, hogy ilyen tücskék lennének, amikor belekapcsolsz. Hoppácska! És akkor kiverni, igen, a nézettségmérő készülékeket. 5 millió 100 ezer ember nézte őket. Jó, hát kíváncsiak vagyunk. Adjunk még időt ennek az egész dolognak. Én tegnap belenéztem a Petőfi TV-be. Akkor este 8 után tévéztél? Este 8 után tévéztem, mert néztem egy olyan amerikai filmet. A kis digitális könyvtáramból letöltöttem. Nagyon jó filmet. És ott éppen valami interjú ment valakikkel. Azt látom, hogy nagyon fiatalosra veszik, vágják a kameraképeket, mozog ide-oda, tehát pillanatokat néztem, csak nem tudtam sokáig. Nincs még statív. Hát ilyen nagyon fiatalosra van. Egymásra vágva, közelítottál, vágva, kis kameramozgás. Jobb zsibbat ilyen... vállamról. Csillanat kabátban volt meg? Nem láttam a csillát. Nem láttam a csillát. Interjúzott valaki, Petőfi TV feliratta valamilyen koncerteseményről. Azt úgy szerettem, hát abban majd belenézegetek. Fiatalok még, lendületesek, majd látjuk. De én most már nagyon szeretném, ha jó idő lenne, mert az van most, hogy azt hiszem az A38-as állóhajóról megy az adat, és a Csilla szegény kint van, és egy nagy kabátban van, és a Csillában... Szegény Csillu, pedig olyan ügyes. És még van benne nagyon ügyes. A kabát alatt is ügyes, csak azt nem tudom. Arra kacélozni, hogy jobb lenne, ha már neglizsében lenne. Ha egy neglizsében menne a műsor, mert az olyan egy kicsit ott így áll minden este, összehúzott kabát, az, ha azt egy picit még... De Csilla kivirult. Csillának baromi jót tett, hogy ott hagyta a szürke urat. ott hagyta. Igen, a TV2-t. Na, mi újság van? Kinek hogy telt a tegnap? Mi volt valami érdekes? Hogy telt a tegnap, az nem érdekes. Na. A következő a helyzet. Van egy nagyon komoly eladó dolog, amit én azt gondolom, hogy csak egy ember szerezhet meg ebben az országban. Az a férfi, aki vagy az eget nézi és kémleli, vagy azt sokat nézi. Azért te vagy az, aki megnyitotta a szívét a csillagok irányába. Van egy eladó csillagvizsgáló. Na, hol? Peruban? Na, nem, Debrecen. És érdekeleti farkas Hát ha arra gondoltam, hogy te neked van egy ilyen ráakadásod erre a csillagvizsgálós, csillagos dologra, van egy működő ilyen, hogy hívják ezt? Obszervatórium. Hogy van hozzá egy nagyon jó kis pecó. Mennyire adják? Nem tudom, ez nem derült ki. Egy 14 emeletes panelház tetején van a csillagvizsgáló, na. És Debrecen, érted? Mondom, múltkor voltál Debrecenben, 2 óra alatt meg lehet járni. Tehát egy működő csillagvizsgáló, a debreceni csillagvizsgáló sorsát te veheted kézbe. Szerintem szerezzük meg. És egy panelház tetején valaki ezt képítette? Vagy ez nem? Már nagyon régóta működik, 10 négyzetméteres az egész csillagvizsgáló. Mutatom a képet, nagyon helyre kis kupolája van. Elhúzható tetővel. Gyerekek, hát ha más nem, áthozzuk ide.
Mert az elpítsük át tényleg. Hogy... biztos lehet ezt utaztatni. Szerintem nem? Utána kéne járni. De Debrecen kicsit messze van. Hát igen, kettő órás. Ha megyünk a világkarnevál kapcsán, biztos akkor elhozzuk, vagy mi? Tavés voltunk, vagy kétszer. Hányszor voltunk? Kétszer voltunk? Kétszer, vagy hányszor. Szerintem most kevesebbszer leszünk, meglátjuk majd. Majd meglátjuk a dolgot. De ha mennénk, vagy ha valaki arra jár, szerintem a hallgatóink is el tudják hozni. Ez nem nagy dolog. 10 négyzetmétert fölállítanánk valahova. Figyelj, ha minimum egyszer megyünk, akkor menjünk már, aztán ott kuksizzunk már bele. A Sebestyén Balázs Obszervatóriumban? Azt nappal is lehet, én nem tudom, nem csak éjszaka? Á, nem, az éjszakás. Ugye? Tehát az éjszakás műszak azért inkább. De úgyis ott alszunk, nem? Ha már ott alszunk, akkor pedig meg tudjuk. Persze, mondjuk azt nem tudjuk, hogy mekkora a távcső, mert ugye csak kívülről látjuk az egészet, lehet, hogy lehet, egy ilyen, benne. Tudod, ilyen lornyon van bent, vagy egy színházi kukker. De él, nem nagy álma életednek egy ilyen? Rohadtul nem fel egyébként. De kár. Na, pedig én úgy ráizgultam erre, hogy lesz egy csillagvizsgáló. Az a durva, hogy te már lelkesebb vagy ebben. Lelkesebb vagy, mint én. De ez egy magánember által összeállított, vagy ezt valaki ott a Debreceni Obszervatórium kihelyezte? Vagy egy helyi csillagász, amatőr csillagász épített egyet. Csinálta ezt nagyon meg jó. Annak idején. Egy baj van, hogy nagyon sokan mentek, és a panelház lakói kicsit panaszkodtak, hogy gyerekek nagyon aranyos, de hogy minden éjszaka 200 ember fölmegy a liftel meg vissza, azt most már marhára unjuk. Tehát azért is gyakorlatilag két jó dolgot. Van a Sirius az ásból, meg a Tauce. Több jó dolgot is tennénk, egyrészt megszabadítanánk a panelházat a tömegtől, másrészt meg valahol egy saját. Nem. Nem kell. De miért nem kéne a természetbe csináltak? Igen, ez egy kicsit fura. Mert oda nem mész ki. Ja, tényleg. Ez a lusta csillagászoknak való, a Debrecen közepéből nem mész ki a nagy erdőbe, vagy mit tudom én, a Hortobágyra. Meg messze volt a non-stop a védőital. tudjál egy kicsit drinkelni, igen. Hát, jó, sajnálom, de örülök, hogy belelkesedtél, tehát nincs ezzel, baj. Most már nyáron kiviszem a távcsövet, itt összeismerkedtünk jó arcokkal, rádióéteren keresztül. Ha meg kint jobb, ha kint porolod le, mint bent a házban, nem? Hát az meg a másik, hogy ha bent kezdenék el portalanítani, ott már mindenki megfulladna. Végigmész rá a kis torseprővel. Igen. Na, gyerekek, hát... nem nagyon történt velem semmi, hál' Isten. Nyugodt nap volt, nyugodt délután volt, elhoztam a gyereket az óvodából. Volt a patikában, tehát ilyen dolgok történtek, úgyhogy nagyon izgalmas. Délután volt, sütöttem neki, főztünk együtt, úgyhogy nagyon klassz volt. Ettek is? Tessék? Nem. Mondták, hogy apa csinál meg nyugodtan, de nem kérünk belőlem. Hát náluk figyeljetek, megjelentek a hangyák, és azok gondolkodó, hogy a természetben milyen jól elintézi ezt, mindezt a anyatermészetünkben, ahol sok a hangya, ott megjelenek a hangyászok, érted? De mit csinálsz egyébként bent a lakásban? Mert hogyha megjelenne nálunk egy hangyász, lehet, hogy el lehetne intézni a hangán keresztül, vagy a bocoli befogna egyet a nem tudom mit, valamelyik, hogy hívják, a gazdagréti lakótelepen, vagy valahol, ahol mondjuk a gazdája megunt és szabadon eresztette, de nálunk nem annyira egyszerű dolog. Behegeszteli így a hangyászt. Ezen én végigmentem. Hát műsorok százai szóltak arról, hogy a hangyák támadnak, Bali visszavág, hangyák újra jönnek, Bali megint visszavág. Figyelj, hangyaírtó. Tehát ez nem megy végig azon, hogy szódabikarbona, meg nem tudom. Én öntöttem a hangyáknak szódabikarbonát, vára kapták, röhögtek, elvitték. Nagyon. És nagyon jól szórakoztak, és 5 percre visszajöttek. Tehát, hogy aztán csöpögtessé mézet a bejárati ajtó elé, meg nem. Olyanokat hallottam, meg kávét, meg mit tudom én. Hangyaírtóval befújod a kis járatokat, és eltűnnek. Az ember, hogy mindig rásöpörgeti őket, egy lapátra kiviszi, leütögeti. Az a durva. Figyelj, nekem tényleg volt, és... Nem vagy normális, ezt tényleg megcsinálod? Simá. Igen, nem öli meg őket egyből az ember, meg nem kezded el, hogy... összetaposni. Nem is mutatós. Nem is mutatós. Igaz. De az a durva, hogy brutálisan elterjednek. Tehát egy ideig megy a humánpolitikai megoldás, meg a, nem tudom, a humán erőforrás, itt tudod dolog, hogy nem bántjuk őket, menedzseljük, gyerek is hangja, kiviszlek. De nekünk már olyan szinten elterjedt, amikor ugye szólt erről rádió, hogy már a fürdőszobába is találtak egy járatot, már a nappaliba is kibejártak, az előszobába volt egy külön alagút, amit befúrtak a küszöb alá, tehát olyan durvá jöttek, és ez csak azt veszed észre, hogy albérlő vagy a saját házadban. Most hogy... ebben a pillanatban a Tücsök és a Hangya című meséből a Tücsök szimpatikusabb, mert ő kint van valahol. Igen, figyelj, semmiféle humánus megoldás nem működik, legalábbis nekünk nem működött. Ez a tényleg szórjál le, kávézacot, és akkor szaglát nem viszi el. Hangyaírtó befújott végig, amikor nincsenek ott, mert egyébként egy adott időben van invázió,
megérzik a szagot, és elmennek. De hagyd ezt a kávézac, meg teljesen fölösleges. Nem, ilyesmivel nem próbálkoztam most kávézacsal, mézzel, ilyesmivel. Van, aki ezt mondja, hogy ne öld meg őket, hanem a kávé illattal, meg a szódabikarbónal, meg ez elviszi őket, nem viszi el őket se, a körbe röhögik. És a hangyászban gondolkodsz? Mert akkor én most arra megyek rá, tehát a természetes csillagvizsgáló projektem megdőlt, akkor Janinak hangyász sült. Érted? Hát gondoltam, hogy valami olyasmi, érted, mint amit a nyuszira, rókát, ilyesmi, akkor biztos hangyára hangyászt. Nem, tényleg, és ne tökölj, mert hogy ellepik a házat egy pillanat alatt. Tehát, hogy jönnek, bemennek itt, és sokan vannak, szaporodnak, és egy idő után már idegesíteni fog. Tehát nekünk olyan szemtelenek voltak, hogy a mosogató szélén járkált már a hangya. És integedett. És azért az egy 200-300 méter a bejárati ajtótól. Tehát, hogy azért az így nem egy. Nem egy ilyen. És később Tacepaóval jöttek, hogy több morzsát. Több morzsát. De azért, tudod, ez vicces, hogy lenyomod az utolsó fekvőt, felkelek, és akkor így nézem, mert nem viszket a fülem. Oda nyúlok, és egy hangya. Igen. Hangya mászik a fejeme. Tényleg ellepik a lakást, és egyre szemtelenebbek. Mondom nekem, a mosogató, vágtuk a kenyeret, már jött föl, a morzsára. És egyszer csak az a durva, hogy telepatikus úton... Tele egy tányért, meg egy panala. Telepatikus úton kommunikálnak, de jön egy, és egy pillanat múlva ott van másik száz. Hogy soha senki nem fejtette meg, hogy kommunikálnak. Álltak szagmintákat hagynak. Tehát kézzel, de azt olvastam, hogy úgy csinálja a hangya, hogy elindul, és a felfedezők, ugyanúgy, mint a méheknél, valamilyen mintát húznak, a hangya húz egy mintát, és azon mennek a többiek. És amikor élesíti a mintát, begyújtja, mint egy benzincsík, amit leöntesz, és meggyújtod utána, jelzésként veszi a többi, hogy lehet menni, mert kaja van, és azon a szagmintán elindul a többi hangya. Nagyon durva. És a popójából jön, vagy a lábából. Nem tudom, valahogy azt ők bekenik, és így van az, hogy egy megjelenik, és egy pillanaton belül ott van több száz, mert szagmintát hagynak a hangyák, zseniálisak egyébként. A szagmintát tereld el. Bonsd meg a sort. Aha. Na jó, majd nem, az hangyölő. Hangyölő, most tényleg. Nem érzem. Hangyölő, abszolút. Ne, tényleg ne várjál, mert mi már nagyon szenvedtünk velük. Hogy jössz ki a fürdőszobából, és hangyás a törölköző, nekünk ilyenek voltak, szóval azért már kasszott. Jaj, nem ölöm meg, jaj, de aranyos, jaj, de kedves, tudod. Nem, most megbögdöstem reggel a kutyát, hogy éle még, nagyon sok hangya volt rajta. Őt megérintette. De csak a biohangya írt, hogy igen, köszi, mi ezen is végigmentünk, írja valaki. A legdurvább az volt, amikor tényleg nekünk azt mondták itt a rádióban, tanácsolták a hallgatók, szódabikarbonát, ezt meséltem. Leszórtam neki, eltűntek egy napig, ott maradt a szódabikarbon, és azt mondta, ki. Király vagyok. Meg. Fél óra megyek, és azt látom, hogy sorban menetelnek, és már csak én nem egy ilyen indulót énekelve, egy visszük, hozzuk. Igen, a szódabikarbonát. Közben a profici befögések, tudod. Jó mulatság, hülye Balázs, tudod. És azt látom, hogy vonul a hangja, és a pofámba rögzik. És viszi el a szódabikarbonát. Há, mondom, rohadjatok meg tényleg. És 10 perc alatt elhordták. De hogy megeszik, vagy én nem tudom, mit csinálnak vele. Elvileg meg kellett volna, hogy ijedjenek tőle. Ezek azt hitték, hogy kaja. Elvitték. És az, amikor 10 hangy egy a pofádba röhög, lehet, hogy akkor... csak fugázzák vele a bolyt, vagy valami. Érted, kellett neki képítőanyagnak. Mondtam a Benninek, Benni, gyere ide, pukizz egyet, öngyújtó. Most te, Viki, most mama. Hú, mama, ez sok. Mama, jöjjön ide. Gyerek, alányom, jövök, ha pukizni kell, ott vagyok. Mondta anyósom, és azonnal végig égettük őket, szóval tényleg hangya írtó. Valaki azt mondja, hogy ilyen hagyja haza a hangyás zsűrt. Egyébként tényleg. Figyelj, egy hét, és a zsűr bal pitvar kamráját odaadnád azért, hogy ne legyenek hangyáid. Egyébként tényleg. Egy hét, egy percet. De tényleg, a jobb pitvarát odaadnád a szívéből. Hogy állunk játékkal? Hát, szerintem jól, 1-0. Igen. Te játszottál tegnap, és a hallgató belefutott a nagy késbe. Ennyi gyerekek, ennyi. Lelkesedés volt, elám volt, magabiztosság volt. Arc volt. Így van, hát teljesítmény az nem. Teljesítés az nem, úgyhogy... Érted? Nem volt. Megint nem volt, de tényleg írjon az, aki játszana velünk. Jó, lehet nyugodtan arcoskodni, de nem ám utólag morogni, hogy miért ilyet, miért olyat választunk. Lehet, tessék arcoskodni, aki nagyon arcoskodik, annak kiválasztja. Jó, meghallgatjuk Ákos híreit, ha van friss közlekedési hír, küldjetek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. Egy jó kis Nickelback után, ez felébredős mindenféleképpen, jó rock zene. Elégedett vagy? Elégedett. Na igen. Ha te elégedett vagy, én is elégedett vagy. Na hát akkor bármikor hazudok. Ha neked nem jó, nekem sem. Ha boldog vagy, én is boldog vagyok.
De ez alapján ne ítéljétek meg az egész albumot, mert hogy ez az egyetlen igazi rock nóta rajta, az összes többi az felismerhetetlen. Diszkó? Nem annyira nikkel. De ez jó, nagyon örülök neki, hogy ezt vettük le. Erről az albumról is ezt játsszuk. Na, 1-0-ra vezetünk, drága hallgatók. És ha te örülsz, mi örülünk. Ha Feiri örül, én örülök, és akkor te is örülsz. Így van. Ha Zsűl örül, az senkit nem érdekel. A Zsűl bal szemét odaadom azért, hogy örüljél. Úgyhogy, na, azt mondja, hogy 1-0-ra vezetünk, ugye? Nagyon sok hallgatónk arcoskodott, ennek nagyon örülünk. Úgyhogy megnézzük ki a mai kiválasztott. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Aj, de hello, jó hangod van. Jó, jó reggelt! Netti, hello Netti! Igen, én vagyok, sziasztok! Hello, hány éves vagy Netti? 29. Kiváló! Mondhatunk bármit. Honnan hívtál minket? Nemes Gulács. Ó, Nemes Gulács. Igen. Gulács. Az Veszprém megye, ugye? Igen, igen, igen. Most éppen dolgozom, úgyhogy itt van a munkahelyem. Mit csinálsz? Egy műanyag fröccsentő cégnél dolgozom. És mit öntesz éppen? Nem én öntöm. Ezt gépek öntik, én csak ellenőrzöm. Ezek ilyen kis csatlakozók, meg autóalkat. Aha, te vagy a MEO-s? Nem, én vagyok a MEO-s. Én a MEO-s alatt vagyok egyje, de ezt is hosszú elmondani úgysem. A MEO-s alatt vagy. Örülhet a MEO-s. Mondd nekem, hogy fröccs öntő. Fröccsöntő. Ez jól hangzik. Nettikem, kivel szeretné játszani? A Ferivel szeretnék játszani. Nagyon jó. Beledöngölni a földbe? Megalázni, megverni, elpopsizni? Próbálkozni vele. Próbálkozni vele. Jó játékos vagy? Igyekszem. Na, megnézzük. De előtte mondd azt, hogy ne csináld, Jani, bejöhetnek. Na, vehetünk? Mehetünk, igen. Jól van, akkor indulunk, Jani. 3, 2, 1, fire! A fröccsöntők szeretik a fröccsöt? Fogalmam sincs róla. Aha, jól állunk. Kérdezhetek én is? Szeretnél? Szeretnék, tessé. Nagyon. Hogy vagy így korán reggel, hogy indult a napod? Jól, köszönöm szépen. Korán keltem, itt vagyok. Te hány órakor kezd 4-kor? 4:45. 4:45? Törnyű. Tök szuper. Akkor reggel megfőzöm a kis kávémat. Tejjel iszod? Kávéporral. Kávéporral? A sokkal finomabb, kóstoltad már? Valamikor régen. Ilyen kávéfehér. De mostanában ki... Még egyszer mondd ezt, kávé... Kávéfehérítő. Pontosan. Rendben van. Fröccsre visszatérhetünk? Hogyne. Rozé fröccsöt szeretnél tudni? Rozé fröccsöt szereted? Új, nem. Ott a vége, kösz. Igen, csak időn túl volt. Igen, csak nekem meg nem járt le, mert én meg újraindítottam a dolgot. Kivel vagy? Jani, te kivel legyünk, vagy? Legyünk nagyon ferek. Tehát, hogy nem mondod ki tiltott szót. Várjál, Neti, ülésezik a versenybíróság, jó? Jó, okay, én nem láttam az időt, mert hogy én újraindítottam bőven, ugye bőven. Egy perc ötnél mondta ki. Egy perc ötnél. Neti, megvan az ajándékcsoba! Ügyes volt. Köszönöm szépen! Még annyira koncentráltam. Igen, mert a fehérítő szónálót megállítottuk az órát. Igen. Ha azt levonod, akkor egy percen belül van. Ott beleszóltunk, mert ugye az igen nemnél megbeszéltük, hogy az igen csak nem igen se fogadjuk el, de a színekről nem beszéltünk nem akkor, hogy azt most akkor Székesfehérvár az ugye jó, de az igen csak nem igen alapján megállítottam, mert abban maradtunk, hogy hiába igen csak is egybeírják, nem fogadjuk el. A fehérítőt se, de akkor a fehérítőt ki lehet mondani. Vagy időbe kell, meg kell várnunk, hogy ki mondja azt, hogy fehér, de ne hagyjuk végigmondani a szót, hogy fehérítő. Igen. Neti, ügyes vagy, jó játszottam. Adjuk a pontot, jó volt. Meg egyébként tényleg jó játékos, hogy azt kell mondjuk, igen. Na, küldjük neked. Örülök. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Igazán nincs mi. Ciao, Neti, hello. Sziasztok. Visszamászhatsz a MEO-s alá. Igen. Akkor így. Egy-egy. Újra kezdtük a hetet, gyakorlatilag. Jó, persze, nem. Gyerekek, hát most ez kicsit belefér, nem? Persze, kicsit az arcunkon elfér, nem? Igazából nincs nagy baj. Most egy ilyen helyi hős csináltunk, akkor így. Nettiből, igen. De inkább izgalmas lesz, mi sem szeretünk. Gulácson.
nem szeretünk 5-0-ra nyerni, nem szeretünk 4-1-re nyerni, szeretjük, ha csütörtökön 2-2 van. Tehát, hogy az mindig izgi. Nyerni szeretünk. Ez a lényeg. Így van. Na jól van, Ákos hírei jönnek újra, 4 perc van pontosan 7 óra. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedés, 162-es kilométer kőnél M3-ason, Pest felé őzik a leállósávban, Józsi, Jani Józsi küldte ezt nekünk. Monostor Apátiban pedig a postán áll a Tapolca felől érkezőket figyelik. Janó üzente nekünk, köszönjük szépen. 3 perc múlva 7 óra, jövünk Ákos hírei után. 7 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk. Sziasztok mindenkinek! Itt vagyunk, gyerekek, mikor jön a Roxette? Mert ez a dal beindított, ott akarok csápolni az első sorban. Isten, hány ilyet hallottam. A Roxette-es pólóban én bírom őket, gyerekek. Kövezzetek meg, nyugodtan. A pokol tüzén fogok elégni, tudom. Én szeretem a Roxette-et, bírom őket. Régen kedveltem, még általános iskolában, gimnáziumban, a kis farmer sortjában, az a nagyon ronda per, vagy ja nem, a per, a pasi, pasi volt a per. Volt a per. Akkor ki volt a csaj? Maria Friedrichsen. Mari, igen, a kis nekem szünetel. Nekem csak Mária. Mária, igen, aki szünetel ott a fogak között. Én szerettem. Milyen nem volt csúnya, nem mondd már. Szép, nem volt szép sem volt azért. Hát 12 éves lehet szépnek láttad, de azért ma már más a női ideálom. Tehát, hogy hát megláttok egy fotót róla, azért már nem úgy gondolom, hogy úristen, nem vállalnám kevés föl. Kevés nő van, akinek jól áll a rövid, haj, neki jól áll nagyon. Hát igen, hát volt. Kicsit keménynek tűnt a néni, lehet, hogy pont azért izgultunk érte, tudod, nagyon, mert ott, hogyha végül is sor került volna az eseményre, akkor ott nem menekülsz. Nem tudtad volna, hogy ajándék vagy bünti. Igen, gyerekkoromban sokat gondolkozom. Vajon szereti a fiatal fiúkat? Vajon odaérnék hozzá, egyszer találkoznék velem, míg a kis függönyhajammal? Hogy vajon mit szólna hozzám, hogy itt van Balázs Magyarországról, és mindig a kis bőrnadrágjában, a kis bőrkabátjában. Én bírtam, olyan kis csinoska azért kéne tudjuk volt. Pontosan, ha valaki tudja a koncert május idején. 19. Május 19. Köszönöm szépen, csak hogy úgy készüljek, mert ilyenkor szokott előfordulni az, amikor a Balázs mondja, hogy erre biztos emlék, hogy így délután 5-kor jön SMS, hogy van 2 jegyem, nem akartak elmenni. Igen, Feri, hallod, a 2 jegyem van, megkaptam, nem kell. De mindig felajánlom, mindig elmész helyettem. Nem tudom, hol voltál éppen. Már valami elég nagy koncerten voltál, ahol mi nem mentünk, és délután 4-kor kaptad meg a jegyemet, de valamilyen nem is tudom. Olyan koncert volt, kedves hallgatók, amire így mindenki elmenne, még igen. Akkor is, ha nem szereted. Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a nagy, de azt tudom, hogy délután 5-kor jött az SMF. 3 hónappal előtt elmentek a jegyek, délután 4-kor felénk az SMF. Kell 2 jegy a koncertre van. Feli érdekel, várom Szavér Moszkogászor, hogy boldog azt mondtam. Hajnal 2-kor. Az is jó. De nem vagyok önzetlen, látod? Nem vagyok önző, mert hogy nem vagyok jegyirigy. Tehát nálam ott van, nem megyek el, mindig ráfűzök, úgy elmegyek. Mindig közben jön valami, de azonnal gondolok rád, lecsaptál rá, el is mentetek Judittal egyébként azonnal. Picit többet vársz ki, mint amennyi mondjuk így praktikus lenne, tehát hogy így felé alszol már. 4:09-10 perce megy, nem tudom, az Ákos koncert kell 2 jegy most. Hiszem, hogy még tart a ráadás. De ez amit a jegyet, ételt nem dobunk ki, tudod. Tehát, hogy egyszer az van, a művész megdolgozott érte, valakinek odaadjuk. Hát ha már minket megtiszteltek azzal, hogy megkaptuk, akkor az nem mehet a kukába, addig megyek, amíg oda nem adom valakinek. Ha más nem értékesítem a vaterám, vagy mit tudom. Jövőre is lesz Ákos koncert. Miért ez már? Ja, múlt hét. Na mindegy, akkor bocs, hogy felébresztettelek. Igen, Csepelen a Rákóczi és a Csepeli út kereszteződésében sötétek a jelzőlámpák, csak óvatosan, a szervizes Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen, Tarcal belterületén mérnek üzente Tomi, aztán felejtsd már el. Az Üllői úton, az Ecseri út kereszteződésén a motoros gázolás, Üllői út a város felé torlódik, City taxis küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi van? Szóval, mi van, Jacko? Nem Jacko, vagy csak nézegetem a híreket. Gyerekek, már nagyon várjuk a délutáni előadásod a főiskolán, Balázs! Ma lesz! Ja, ma lesz az előadásod! Hát és milyen véletlen, hogy beolvastad ezt az esetet. Persze, hogy beolvastad. Nem, előadás lesz. Ibe lehet menni? De mire? Nem, zárt körül lesz. Miért? Nincs se 2 jegyed. Nincs. De úgy sem mészel. 250 fős az előadó terem, és 700 a jelentés. Hagyj menjek már kérdezni. Nekem kellett castingolnom. Na, hagyj menjek már kérdezni, mint máskor szoktam álbajuszba a szöveggel. Mindig kiszúrlak. Alá kérdező vagy, mi? Igen. Mindig kiszúrlak, hogy ott vagy. Az a fiatal ember, szemüvegben, bajuszban. Nézd csak a kérdést. Kiszakál a szöveges. Hát gyerekek, most mit csináljak? Hát mit csináljak, ha ekkora az érdeklődés? Juttass már be bennünket. Hát én már az összes ilyen történetet hallottátok. De akkor, de más azért közösség között ülni.
nem lenne sok új. De mi lesz? Mi a téma? Hogy mi a téma? Én nem tudom, nem én adok elő most. Ja, nem, van, amikor előadásra megyek, van, amikor moderátori szerepben, már úgy értem, hogy moderátor van, és akkor ő kérdez, az a könnyebb. Tehát amikor azt mondja, hogy 40 percig dumáljál, arra azért készülni kell. Most az van, hogy van egy műsorvezető, és akkor tőlem kérdezek. Hát a legjobb. Ülsz és beszélsz semmit, és válaszolsz a kérdésekre. Hát király. Hát csak ne, hogy rossz napod legyen, szegény gyerek. Ne, már én imádni szokták ezeket, nagyon jól szórakoznak. Akkor a lézerfényes pálcádat sem viszed, de, de mert az a világít a szemekben. A Roxfordba kaptál. Igen, az a, nem tetszik a kérdés a végén, mert nem szeretem, a végén van egy jó 20 perc kérdés. Mi volt ez? Hogy lesz ilyet kérdezni? Kis jumúcsák. Azonnal vele a szemében. Igen. Na ez nagyon. Láttátok, hogy kint milyen idő van? Egyszerűen megdöbbentő. Én azért annyira nem döbbentem meg. Mi a megdöbbentő, hogy világos van? Hát meg süt a nap. Gyönyörű szép idő van. Egyébként igen. Arra gondoltam, hogy vajon milyen lehet most a Füzéri vár. Nyilván. Hú, de mennyire nem érdekel. Ugye, se a csillagvizsgáló, se a füzér. A hangyák abszolút, hát azon keresztül mentünk, mi is adtam jó tanácsokat, hogy hagyd a biohangyaírtót, meg hagyd a szódakarbonát. Közel viszlek a témához. A Füzérivárban is vannak hangyák. Jó vagy. Hallott? Azt a mindenség is. Szarasabbra húztam azért. El nem tudom mondani, mennyire nem érdekel a Füzérivár. Gyönyörű szép. Biztos. Fantasztikus. Biztos szép. Most egy meglepetéssel. A hideg ráz attól, hogy mennyire nem érdekel. Meglepetéssel készülünk akit neked a tavaszi turnéra. Balázs arroganciája, nagy képűség és távolságtartása a témától. Az dacból mennyire is nézze meg. De gyerekek, én soha nem nagy képű vagyok. Jó vagy, megküldjük az emberek. Ebben mi a, ez nem nagy képű. Ez őszinte vagyok. Tehát ez nem. Ez most különösen. Egyszerűen baromi őszinte ember vagyok, és azt mondod, hogy hát eszedbe jutott a Füzéri vár, én erre csípőből rányomom, hogy abszolút nem érdekel. De hát ezért jó, mert te megbeszélsz a Füzéri várról. Tehát ezért sok színű ez a műsor. Sok azért nem érdekel, mert én szántó? Beszéltem róla, vagy... Ne, úgy a várak és nem a rockzett énekes nő. Nem. Egyszerűen maguk a várak nem érdekelnek abszolút. De téged sem érdekel egy csomó minden, amiről én beszélek. Ezért jó. Képzeljük el, drága hallgatók, ha három baromi egyforma ember ülne itt. Milyen dögunalmas műsor lenne. Azt mondanád, a Füzéri vár. Ó, tényleg. Isten, mikor tavaly ősszel. És beszélgetnénk negyed órát a Füzéri várról. Hát szerintem most pattanjunk be az autóba. Menjünk oda. Látni akarom. Tehát a reggeli műsorok mindig attól jók, ha három tök különböző ember ül bent, nem? Uh-huh. Mert attól érdekes, attól van kémia, attól vibrál a dolog, ha én most azt mondom, hogy hú, nekem meg eszembe jutott a nem tudom, a Tatai vár, igazad van, de szép lehet így. A Tatai vár is gyönyörű lehet. Felkelő napban, és erről beszélgetni negyed órát, a hidegrázda a hallgatókat. Nem? De az, hogy ütköztetjük ezeket a dolgokat, csípőből rámondom, hogy rohadtul nem érdekel. Hát de micsoda kémia? De Somló se? De Rezi se? De Szátvár se? Mi hiányzik még, azt mondanám? Mi nem volt még télen, ónos esőben és éjszaka? Még a fotóalbumból mi hiányzik? Tavaszi napsütésben megvan? Nyilván, hát a legnagyobb várak megvannak a négy évszakban és a napfelkeltében, naplementében. Még ónos esőben, szeptemberben mi nincs meg, azt mondd el nekem. Képzeljétek el, hogy eljött az a pillanat az életünkben, most egy-két vagy három hete döbbentünk erre rá, hogy a lányunk már elég nagy ahhoz, elég nagy ahhoz, hogy saját magának szervezzen programokat hétvégére, és igen, ezért a családi közös programokat folyamatosan keresztül. Istenem, meg. Végre virág kiszabadul a várnézésről, és mehet strandolni, mehet játszóházba. Pótolhat. Sok ennyi pótolni valója van. Apa, fürdünk is, majd délután a Balatonban. Persze, majd végre gyerek lehetek. Igen, jobb később, mint soha, végre megnézheti, milyen a Balaton közelről. Végre nyáron fürödhet egyet a Velencei tóban. Miért látta a Balaton a Csobáci vár romjaitól? Apa, nagyon tetszik ez a múzeum, majd délután mehetek fürdeni, mint a többi gyerek. Nem, akkor még fölmászunk a várhoz. Még megmásszuk ezt a várat, utána múzeum látogatás, este pedig bemegyünk és megnézzük a kazamatákat. Apa, együnk már egy lángost a Dunaparton. Nagy Vázsonyban is van játszvász. Hazudtam. Na, de ez már, a beszél. De már fönn voltunk. Így van. Szóval, hogy látod mennyire várja, hogy fölnőhessem. Látod, mennyire várja. Gyerekek. És te is mennyire, neked mennyire jó lesz, hogy reggel a virág elmegy, este hazajön, addig tiétek az egész hétvége. Na, aha. Így se jó? Hát, nem olyan neked rossz. Semmi nem jó. Ez nem igaz, így ebben a formában. Például a Füzéri vár nagyon például, jó. Például, és még sorolhatná. Na mindegy. Jó, nem baj. Nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Siklós?
Nem! Nem, abszolút nem. Na, gyorsan csak egy informális jellegű kis rövid beszélgetésre felhívjuk a Debreceni Kenizi Kórház szülészeti osztályát. Azt is elmondom, hogy miért. Mert hál' Isten újszülöttet helyeztek el az ő inkubátorukban. Azért mondom, hogy hál' Isten, mert volt egy elmeháborodott kezdeményezés. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt beszéltünk egy nővel, aki elmondta, hogy meg akarják szüntetni egyébként a kórházakban ezt az inkubátoros lehetőséget, és nem vált be. Mire mi megkérdeztük, hogy hogy nem vált be, hát ha már egy gyereket betesznek, és egy életet megment a dolog, már nem mondhatjuk, hogy nem vált be, hiszen egy élettel már többet megmentettek. És pont most, március 15-én a hajnali órákban helyeztek el egy gyermeket. Uh-huh. És sokan nem tudnak róla, de hogy ezek az inkubátorok, hál' Isten, még mindig működnek. Ott vannak, és ha valakinek nincs más lehetősége, még mindig jobb itt, ha valahol máshol rakná le, egy lépcsőn, vagy egy lépcsőházban, vagy valamint egy szörnyen hangzik, de mondjuk ki bármi olyan helyen, ahol mondjuk a csecsemőnek nem biztos, hogy van esélye. Igen, nem? Hát gyakorlatilag, ha azt teszük, akkor itt 2-3 havonta az ember olvashat, hallhat borzalmas híreket arról, hogy egyszerűen ugye csecsemők haltak meg, újszülöttek haltak meg azért, igen, mert valaki nem használt ki egy ilyen lehetőséget. És azért kell erről beszélni, annak ellenére, hogy nyilván mi leginkább azért vidámkodni szoktunk, mert az érvelés az volt egy évvel ezelőtt, hogy hát tulajdonképpen ez arra buzdítja majd a fiatal anyákat, hogy lemondjanak a gyerekükről. És ez egészen megdöbbentő érvelés, hogy emlékeztek arra a beszélgetésre, hogy ha ott van az inkubátor, akkor kvázi tulajdonképpen ő könnyebb lelkiismerettel teszi be, ha nincs, akkor valószínű nem tenné be, vagyis felnevelni. Hát ez szerintem ez egy borzasztó érvelés, ez nem így van. Semmi nem támasztotta ezt alá, sőt, inkább a magára hagyott csecsemők száma pont az ellenkezőjét bizonyította, és hogyha tényleg évi 2-t helyeznek el inkubátorba, már beljebb vagy. Így van. Itt van a vonalban dr. Kovács Márta, a kórház csecsemő osztályának fővárosa. Jó reggelt kívánunk, főorvosa. Jó reggelt kívánunk, doktornő. Jó reggelt kívánok. Na, hogy van a pici, ez a legfontosabb? Nagyon jól van, semmi. Az első gyerekgyógyászati vizsgálatok alkalmával azt tapasztaljuk, hogy teljesen egészséges, jól elfogadja a tápszert, amit adunk az osztályon, semmi probléma vele. Kapott már nevet? Kapott nevet, a kolléganőim, akik megtalálták, elnevezték Konrádnak. Kenizi Konrád, ugye, ha jól tudom. Konrád, így van. A kórházról kapta a családnevet, és akkor Konrád lett. Egy kis komoly neve. Nagyon van. Jó, nagyon komoly férfi név. És jól van akkor, tehát eszik, jól nevet van. Kapott, igen, jól van. 3 kiló 5 dekával született, 52 centivel, minden rendben van idáig. Amikor annak idején elindult ez a kezdeményezés, akkor sokan ugye mondták, hogy személyiségi jogok meg ilyesmi, de hát ha jól tudom, akkor önöknél is úgy van kialakítva, hogy ugye nincs térfigyelő kamera, tehát nem lehet látni azt, hogy ki teszi be. Viszont amikor beteszik a gyereket, akkor érkezik egy riasztás be a szülő szobára, vagy egy nővérnek, hogy ki kell menni az inkubátorhoz? Igen, az ambulancián van egy csengő, ami ott megszólal, és néhány perc múlva a kolléganőim kimennek, és megnézik az újszülöttet. És volt egy évvel, vagy másfél évvel ezelőtt egy elég fura kezdeményezés, amikor is szerették volna ezeket az inkubátorokat elvenni a kórházaktól, pontosan azért, hogy ne buzdítsák arra a tehetetlen szülőt, vagy az anyát, aki egyébként betenné, és az volt az érvelés, hogy hát ha elveszünk, akkor nem fogják betenni, kvázi tulajdonképpen majd akkor biztos felnevelik. Mi a helyzet ezzel? Hagyják az inkubátorokat működni? Mindenképpen mi azon vagyunk. Ez körülbelül 10 éve működik nálunk. Ő a második kisfiú, akit betettek hozzánk. Tehát nem olyan nagy frekvenciával, de ezeknek is örülünk, hogy egészségesen megmaradnak. Hát igen, pénzt nagyon nem kér. Ha egy gyereket betesznek évente, akkor már mondhatjuk, hogy egy élettel több, aki megmenekül, nem? Tehát ez nagyon fura érvelés volt, igen. De ha 10 év alatt tényleg 2, akkor is az 2 élet. Mi történik ilyenkor a csecsemővel? Nyilván ugye egy darabig önöknél marad, és utána? Körülbelül, igen, hát a hivatalos ügyintézés az körülbelül 2 hét, mire megtalálják a megfelelő szülőt, vagy esetleg krízis szülőt, akihez ő kerül. Tehát ez egy picit hosszadalmasabb, ilyen hirtelen jött esemény kapcsán. Mi van akkor, hogyha az igazi, tehát az édesanyja mondjuk holnap után bekopogtat önökhöz, hogy meggondoltam magam, hülyeséget csináltam, meg kellett volna szüljem, de volt egy pánik, ugye sok olyat hallottunk, hogy akár a szülők, már hogy az édesanyja szülei, vagy esetleg a férj ugye nem akarta a gyereket, és ilyenkor tartják titokban az anyák ezt a dolgot, de 2 nap múlva visszajön, akkor mi történik?
megkapja. Megkapja? Megkapja, igen. Igen, természetesen egy kicsit hosszabb procedúra útján, de meg fogja kapni. Minden gyereknek az a cél, hogy családban nőjön föl. Hát persze, gondolom, itt vizsgálni kell az esetet, hogy lehet, hogy a szülés után volt egy kis zavar, megijedt, nem volt segítsége, nem voltak szülők, akikre támogathatna, akik támogatnánk fiatal, nem tudta hirtelen a helyzetet kezelni, tehát azért ez nagyon sok rétű. Tényezős, így van. Jó, doktornő, nagyon szépen köszönjük, csak akartunk 3 percet erről a dologról, egyrészt, hogy jól van-e, ez a legfontosabb, nagyon drukkoltunk neki, olvastuk a híreket hétvégén, 2, hogy hát ha esetleg ez a lehetőség eljut egy csomó olyan emberhez, akik hasonló cipőben vannak, bajban vannak, esetleg nem tudják a dolgot kezelni, hogy ne felejtsék el, hogy azért van egy ilyen lehetőség is, jobb, mintha mondjuk tényleg egy elhagyatott hideg lépcsőházba tennék le a gyereküket. Doktornő, nagyon szépen köszönjük, jó munkát kívánunk. Köszönöm, viszont hallás. Köszönjük szépen dr. Kovács Mártának, a Csecsem osztály főorvosának. Köszönjük szépen. Hát csak egy röpke, 3 perc erejéig tényleg fontos volt erről beszélni. Nagyon okos vagyok, mert nem kérdeztem meg, de csak földobom. De nagyon jó kérdéseid volt. Hát köszönöm szépen, előre ülök. Hát ti tudjátok a választ. De korábban kaptad meg az adásmenetet? Nagyon tetszik, hogy ilyen felkészült voltál. Elkészültem, megnézegettem, hogy mi van akkor, ha mondjuk 3 nap múlva kiderül, hogy ki az édesanyja. Továbbra sem jelentkezik a gyerekért, hogy felelősségre vonható-e az anya vajon? Szerintem nem. Hát nem, ez a lehetőség ugye? Azért van, hogy te letehes. Nem. Hát ha felelősségre vonható lehetne, akkor nyilván félnének, és nem tennék be. Tehát szerintem ennek pont az a lényege, hogy beteheted úgy, hogy nem vagy felelősségre vonható, és nem kell tőle attól félni, hogy meghurcolnak, hogy abban a kis községben, faluban, ahol te mondjuk megszülted a gyereket, és a szülők tiltakozása ellenére tetted meg, és bujkálnod kellett, akkor ott felelősségre vonnak. Tehát, hogy ez pont arról szól, hogy lehetősége legyen leginkább a gyereknek egyébként úgy életben maradni, hogy a szülő ne azért tegye le valahova máshova, mert ő fél a felelősségre vonástól. Szerintem nem. Nincs ilyen szinten nincs felelősségre vonás. Hát te beraktad azért az inkubátorba egy erre kialakított helyre, amit erre a célra hoztak létre. Nem? Szerintem nincs. Hát pont ez a lényegem. Köszönöm, doktor úr. Nagyon-nagyon szívesen. És képzeljétek el mondjuk egy... Nagyon-nagyon szívesen. Képzeljétek el egy olyan szituációt, amikor az anya pont berakja az inkubátorba a gyereket, és akkor jön egy orvos, vagy akkor jön egy ápolónő, és látja. Hogy abban a szituációban ti például mit csinálnátok? Elkezdenétek megpróbálni, mondjuk abban az elmeterelni, hogy megkérdeznek, hogy nem is feladatuk, nem is dolguk, de hogy is. Pont nem. Olyan helyen van kialakítva. Pont, meg nem a főbejáratában, tehát ez mindig olyan helyen van, ahol nem jár. Tehát nem jár senki. Tehát ennek utána ez nem úgy, hogy megy a főbejárat, megy a járóbeteg rendelés, nem tudom, te meg éppen rakod be a gyereket, hanem ez mindig olyan helyen van, ami egy kicsit elzártabb, kicsit csendesebb, pont azért, hogy senki ne menjen arra. Egyébként. Tehát nem hiszem meg, ha látná is egy orvos, itt nem arról szól, hogy akkor majd ő most ott meggyőzi egyébként az anyát, hogy akkor most ne tedd be, vidd inkább haza, hát ez nem így működik szerintem. Na, de hogy a gyerek jól van, ez a legfontosabb. Ha már gyerek, tegnap megint egy szörnyű dolgot vettem észre a gyereknevelésben, gyerekek, és ez mindig följön, és talán beszéltünk is már róla néhány évvel ezelőtt, de hogy mi a fenét tudsz csinálni azon mondatokkal, amiket egész egyszerűen te gyűlöltél gyermekkorodban, és tegnap 3-at egymás után belöktem a Beninek, és olyan szinten fagytam le a saját mondataimtól, hogy már-már mérges voltam saját magamra. És megdöbbentő, hogy mégis mondogatod azokat a dolgokat, amiket neked mondogattak gyermekkorodban. Tehát amikor kimondtam tegnap azt a mondatot, legszélsebben tényleg beleöltem volna magam a Dunába, amikor a gyerek kipakolt a kis szekrényből ott a hűtőszekrény mellett, csinált egy kis kupit. És mondtam neki, hogy pakoljon össze, majd elhangzott az a mondat a számból, amikor nem akart lehajolni, csak úgy láttam, fogtam morzsaport, szívottod nagyon flagma, 5 évesen kicsit okay, a gyurmadarabokat összeporszívott, majd azt mondtam neki, hogy hajolj le, nincs szög a derekadba. Jézus. Ezt mondták neked? Ez nagyon nincs szög a derekadban. Ezt tudtam mondani. Te kinevelt fel a nagyanyád? Nem, hát nálunk is az volt, hogy ugye én is alibiztem, tudod, és a rendrakásnál. És kimondtam ezt a mondatot, és rájöttem, hogy gyűlölöm magam. És mi volt a másik, hogy visszaköszönöm a gyerekkorodból a szoknyához még túl hideg? Igen. Ez is volt egyébként, a szoknyához még túl hideg van. Ugye anya, nem, rajtad marad.
Nem, és rájöttem, hogy egy csomó olyat mondok a gyereknek, és nem akarok ilyen dolgokat mondani, mert én is gyűlöltem gyermekkoromban. Egyszerűen gyűlöltem, és tegnap olyan szinten haragudtam magamra, és volt még kettő, ami most így nem jut eszembe, az egyik a vacsoránál mondtam neki valamit. Tudod, amikor így megáll a kanál a szádban, és rájössz, hogy úristen. Ha nem eszed meg, akkor elvisz az rákos ember. Ja, nem, fegyelmezés, fegyelmezés volt. És ez a tényleg hajolj le, nincs szög a derekadban, ez... És utáltam magam. És a gyerek is rám nézett, megzavarodott, láttam, hogy ő se érti. És az, amikor utálod magad, és nem akarod azokat a mondatokat nem mondani, hajod, mert gyermekkorodban... Hátra kötötted a sarkát. De a gyereket azért nem mondtak, tehát azért nem a dédanyám neved, hogy hátra kötöm a sarkat, bár a nincs szög a derekadban se sokkal jobb duma. Hát, szerintem semmivel. Szóval tényleg igen, nem jobb duma. Valami jókaiba olvastam. De neked nem volt ilyen, amikor kimondod, és eszedbe jut, hogy úristen, úristen, tényleg mondjuk volt kettő, hogy eszembe jut. Veled vagyok, Balázs, mit nekem mondtál? Is volt. Nem nekem tanulsz, hanem magadnak. Ja jó, hát ez igen. De ezt mondod a Karinának? Ez kézzel kicsúszott a számon. Mikor nagyon nem akart, ott ült az, mondom, Karina, nem nekem tanulsz, hanem magad. Nem, ezt a Petinek mondja. Jézus, mondom. De tényleg így van, és úgy elszégyeltem magam, igen, hogy igen. Ezt hallgattam. És most én ugyanezt mondom neki. Jaj, tudom, a másik beugrott. Na. Tudom, mi volt, fürdetésnél volt, és a gyerek ugye most van a Noel, és egy picit úgy szereti, hogy levetköztetjük meg, nem tudom. És így mondta, hogy vegyem le a pulóverét, és azt tudtam mondani, hogy Benny, nem leszek ott mindig, hogy levegyem a pulót. De szép. És ezt is tudom, hogy mondták nekem, tudod, azzal próbáltak önállóságra nevelni, és tudod, amikor így, na jó, gyere, nem. Le persze, hogy leveszed a pulóvert, segítesz neki kicsit levetkőzni, mert dupla ő most úgy, hiba. Jó dupla van, hiba, dupla hiba azonnal volt. Már újra hibázol, mert a gyerek látja, hogy gyenge vagy, tudod, azonnal elkövetsz még egyet. Igen. És ez a nem, és így rájössz, hogy úristen. Ennél már csak a kenyeremet eszett, na akkor biztos, hogy kiugrom az ablakon, és beleszaladok mesztelenül az önkormányzat épületébe, hogy megtaláljanak engem. Mondjuk elég jobb csak az lett volna, hogyha a Noelnek mondod ezt. Noel, nem leszek mindig ott veled, hogy kicseréljem a pelenkádat. Na csak, vetközd már le egyszer egyedül az esti fürdetéshez. De hogy ez annyira rossz, igen. És ezeket egyszer nem tudod kikerülni, de rájössz, hogy mégiscsak ezek a nem tudod máshogy megfogalmazni, örök hogy hajoljon már igazság. Le. Hát tényleg nincs szög a derekába, hogy ne én szedjem fel a gyurmát utána, és rájöttem, hogy úristen, én vén trojt lettem, hogy neked, ezt mondogatom a gyereknek. Segítettek ezek a mondatok, Andó? Megcsináltad? De hogy segítettem, gyűlöltem. Hát akkor minek mondod a gyereknek? Gyűlöltem mindig, és mindig ellene mentem, és már csak azért se hajoltam le. De most az jön. Hát ezt rakták beléd, nem? Tudatalattiból visszajön szerintem, mert én mikor mondtam ilyen mondatot, én is, hogy nem nekem tanulsz, miért kell hogy ilyet mondani? A gyerekkorodban, hát, nem? Mit álltam? Miért mondom? Igen, és kimondod, és gyűlöd igen, magad. Igen, nem? Igen, abszolút így van, tényleg. Ilyen szerencsések vagytok, nálunk csak ilyen volt, ne játsz a disznóhólyaggal, édes gyerek, de most már ezt nem tudom mondani a Somának. Persze, mert ti most már azért beköltöztetek egy normális lakásba, hagyjuk, hogy ugye... Már nem normális, mert fölfűtöttük a parkettát, de... De most már nem tudod, hogy... Jó, hát eltüzeltétek, na. Nem tudod mondani a gyereknek, hogy engedd el a szamár farkát, mert megrúg. Tehát ezt azért te nem tudod mondani. Utána kötlek a cocának. Hát ilyen nem ma, hova? Azt rám nézesz, hogy a fater hova kötsz? Milyen cocának? A gyerek körbe rögt, tehát mielőtt mondanád, azért eszedbe jut, hogy nincs szabár a panellakásban, vagy a társasházban nem panellakásban laktok. Tehát nincs disznóhólyag, tehát te könnyű helyzetben vagy, de nekem ugyanúgy... Lejátsz a disznóhólyaggal, Feri, apa, te pedig húzd fel a nadrágoda. Ja, a gyerekek szörnyű, és mindig rájön az ember, hogy úristen, ugyanolyan házsártos szülő, ugyanolyan hülye mondatokat ismétlő szülő leszel, mint amilyen egyébként, amit te gondoltál a saját szüleidről. És mikor... ugyanezt gondolja rólad is a gyereked, már most csak mondom, hogy házsártos vagy, hogy mondod a ézek a hülye mondatokat. Én megfogadom, hogy nem mondom. Én nem mondom többet, hogyha nincs szög a derekadba. Én inkább lehajolok, összeszedem, én inkább megsem. Én ezt nem mondom többet. Én is ugyanezt gondolom, hogy nem, tehát figyelek magamra, hogy nehogy kimondjam ugyanezt a mondatot, de hát akkor lesz más, akkor más fogsz mondani. És akkor azt fog visszaköszönni, vagy csak figyeld meg. De akkor majd aktualizálod, hogy ezt nem... Mit gondolsz, ezt magamnak építettem? Ezt szeretjük. És észreveszed, hogy jönnek. Mit gondolsz, magam miatt vettem fel frank hitelt? és jön egy rendrakásnál, jön egy esti fürdetésnél, és csak így sorra egymás után így mondod, és rájössz, ezt is hallottad, ezt is neked mondták. És írogatod be magadnak a fekete pontot, de nem tudod jobban megfogalmazni, nem? A
fograkást, az esti lefekvést, a nem akar aludni, hatszor kijön a szobájából, még egy kicsit inni akar, ugye? Nem én leszek fáradt reggel. Érted? Ez a... Nem én leszek fáradt reggel. Nem én leszek fáradt reggel. Így van. Aki éjszaka úr, legyen nappal is. Ezek a tudod. Igen. Majd eljön az idő, amikor erre a nem én leszek fáradt reggelre visszaszólt, de te is, mert nem alszol, te se. Hogy lehet ezt megakadályozni? Mi ebből aki kitalálsz újat? Hát szerintem nem vagy beljebb azzal se, hogyha újat találsz ki. Tehát kornak megfelelő találsz ki, az ugyanúgy rossz lesz egy idő után. Ugyanúgy, nem? Hát igen. Tehát valahogy csak rendbe kell ezeket a dolgokat tenni. Hát nem lehet elmenni szó nélkül mellette. Igen. Hogy hát szög van a derekába? Hát nem. Hát le tud hajolni? Nem. Hát akkor valahogy csak oda kell tenni neki. Ezt így mélyen belénk ültették gyerekkorban, és ezt így egyszer csak az adott pillanatban így feltör? B oldalon, mikor vagy, akkor feltör. De nem vagyok a B oldalon. Azért, mert ti már erősen karcoljátok a B oldalt, és abból is elment már azért egy nagyobb rész. Honnan én 38 évesen hol lennék még a B oldalon gyerekek? A B oldal 40 fölött. 40 fölött van B oldal. Figyelj, ha fiatalnak érzed magad, meg frissnek, meg gyereknek érzed magad, érted? Én bele még mindig úgy érzetnek meg otthon egy tálét, hogy Móni azt mondja, hogy na, csak annyit hány éves vagy. Érted? És 30-nál mindig elfogy az a rohadt. Atya Isten, nagyon drága hallgatók, próbáljuk ezeket modernizálni, jó? Tehát nézzük meg, hogy ti, mint fiatalos szülők, akik egyidősek vagytok velem, nem az itt ülőkkel, hanem fiatalabbak vagytok. Mit mondasz a gyereknek? Hogy modernizálod ezeket a berögzött mondatokat, amiket tényleg nem akarsz ismételni a saját gyerekednek, mert gyűlölöd te is őket, és kicsit magadat utálod, hogy kimondod, és haragszol magadra, hogy nem akarod ezzel a hülyességgel a gyerekedet etetni. Meg kell ám tanulni a Pitagórasz tételt, nincs mindenütt 3G. Hogy rákeressél a neten. Na ez jó, ez legalább jó. Nem lesz ott mindig az iPhone-od, kisfiam. Ugye? Ez az, de jó. Na. Ugyanúgy fogod utálni ezt. De legalább új. De legalább új. Nézd Ákost, hogy hogy issza a szavaidat. Hát már Ákos mint is. Ákos, hol vagy még? Hát készül, látom a szemébe. Ákos neked még jó, igen. Na jó, fél 8 pontosan 7 perccel írjatok nekünk. Jó, modernizáljuk ezeket a szörnyű szülők által hallott... általunk gyűlölt mondatokat, de tényleg, amikben gyerekkorodban ki lehetett üldözni a világból, hogy szólna ez, ha modern köntösbe öntöztetjük? Illetve ha valaki szeretne Óven bácsival játszani, akkor jelentkezzen, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 múlt pontosan, egy perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt ugye azon dolgokról beszélgettünk szülőként, az ember elkerülhetetlenül mond a saját gyerekének, hát ez nap mint nap szerintem hallgatóink százai döbbennek rá, hogy úristen Megi, ez hagyta el a számat tényleg? Hát ilyen szülő vagyok én, hogy kimertem ezt mondani a saját gyerekének, azt a mondatot, amit gyűlöltem és utáltam gyerekként. És tegnap ugye elmeséltem egy történetet, illetve a tegnapról elmeséltem egy történetet, hogy morzsa porszívózás közben, miközben a gyerek nagyon flegmán húzogatta a morzsa porszívót, mit tudtam mondani a gyereknek, aki fölnézett, körbe röhögött, majd ugyanolyan flegmán húzogatta tovább a morzsa porszívót, és nem volt képes lehajolni. Idézzük és eldurrant az agyam, hogy miért nem tud a gyerek a gyurmáért lehajolni, amit ráadásul ő szórt szét. És azt tudtam neki mondani, hogy nincs szög a derekadban. Ha ráadásul így is mondtad, akkor nincs szög a derekadban. És abban a pillanatban akartam leönteni magam egy liter benzinnel, és kiszaladni mesztelenül, és megmutatni ott a kis községnek, ahol én lakom, hogy hogy égek el mesztelenül, de tényleg nézze meg az egész falu, nézze meg az egész város, mert megérdemelném. Pedig lehetél volna mondjuk modernebb is, vagy mondjuk szakszerű például, amit Csőgörény ír nekünk, nagyon jó, sziasztok, hajolj le, nincs még diszkusz herniád az L4-5-ben, majd 30 éves korodban műterek, miután kiszakadt a durazsákod. Igen, lehetett volna ilyet. Hát azért a gyerek erre néz mindenki neki. A képesítésének megfelelően, igen, a L4-5. Igen, és arról beszélgetünk, hogy hogy lehetne ezeket a szörnyű, a szüleink által mondogatott szólásmondásokat, nem is tudom, mondokat, hangoztatott elveket valahogy modernizálni. És én a hallgatók egyébként nagyon szellemeseket, azzal játsz, ami veled egy idős. Ugye ezt is mondták régen, de anya, azon nem fut már az XY alkalmazás. Ugye? Tehát még egy Commodore 64-jel már nem tudok játszani, hogy velem egy idős. Apám reggelente mindig azzal keltett, hogy én ennyi idősen már a TS-be mentem szántani, és olyankor hajnali 2-kor kellett kelnem. Jelzem, hogy voltam, vagy 10 éves lány vagyok. Betty küldte nekünk. Aztán egy modernizált dolog, amit régen nem hallottunk, más verzióban azonban igen. Mit gondolsz, fiam, nekem a Matolcsi gyártja a 20 000-eseket, ugye? Ezt régen hogy hallottad? Úgy hallottad, hogy én a szőnyeg alatt nyomom a pénzt, ugye? Volt ilyen. Mit gondolsz?
A szőnyeg alatt nyomjuk apáddal? Emlékeztek el? Nálunk csak az volt, hogy lopom én a pénzt. Vagy lopom én a pénzt, igen. A Matolcsi, ez jó, csak mindig aktualizálni kell. Igen, mindig változtatni kell, igen. Elveszem a telefontöltődet, lemondom a mobilnetet. Na ez jó. Sőt, a kábeltévét is lemondom hétfőn. A tévét sem kapcsolhatod be, ezt Ági küldte nekünk, modernizálva egy régi szülémondást. Igen. Motiváció a lányomnak. Nem kell tanulni, a McDonald'sban mindig keresnek mosogatót. Ugye? Csaba üzente ezt nekünk. Aj, a legjobban utáltam, és már én is mondom a lányomnak, a szorzótáblát, ha álmodból felkeltenek, is tudnod kell. Utáltam mindig, sziasztok, írja egy hallgató. Attól még nem vagy királylány, hogy kinyílik előtted a Tesco ajtó. Peti üzente ezt nekünk. Ez modern, ez jó. Anyám mindig azt mondta, fiam, neked hamarabb lesz gyereked, mint diplomád. És egyébként tényleg így lett. Ez Ben küldte nekünk. Nincs értelme modernizálni a szülői beszólásokat, semmivel sem leszünk kevésbé hülyék, mint a szüleink. Szép meglátás, egyébként igen. Aztán valaki mégis modernizált egyet, amíg az én pizzámat eszed, azt csinálod, amit én mondom. Ez amíg az én kenyerem, na, amíg én rendelem a pizzát, addig. Gyönyörű, valaki ezt mondogatja a saját gyerekének. Kislányom, pont olyan hülye vagy, mint az anyád. Kicsit bátor, kicsit szemtelen, de jó, főleg, ha gyerekanya nem hallja. Nem feltétlen értünk vele egyet, nem túl jó, mint a gyereknek, de bátor. Pici szegény anyuba is belerúg egyet, semmi köze az egész Tonyhoz, de azért ő is kapjon már valamit. A családban van tisztelet, nem pont olyan hülye vagy, mint az anyád. Tehát ott úgy látod, hogy úgy becsülik egymást a szülők, szeretik egymást, jár a nőnek megfelelő tisztelet. Igen, nagyon szép. Az élet nem Happy Meal menű kisfilm. Ez jó, na ez igen. Ugye milyen szép? Igen. Hogyan modernizáljuk? Az élet nem Happy Meal menű édesfilm. Nagyon szép, igen. Majd ha te teszed a vappert az asztalra. De tényleg így van. Muszáj ezeket modernizálni, nem mondhatjuk ugyanazt. Nekem is kell valami ügyet találni, hát szög van a derekadba. Hát ez uncsi, maradi. Szégyellem magam, régi ezt módi vagy. Mondani, tényleg igen. Szedd fel azt a gyurmát, a laptopod is hajlik a közepén. Jézé küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán van, aki humánusabb megoldásokban hisz, azt mondja, hogy de ügyesek ezek a legók, hogy egyedül beugrálnak a dobozba, azért segíts nekik. Persze, ez egy átdolgozott nap után, majd délután 5-kor még ezt mondom a gyereknek, nem? Mikor szétszedi az 1000 darabos legót, hogy jaj, de ügyesek ezek a legó szemek, maguktól ugrálnak be. Főleg úgy, hogy előtte beleléptél. Azért erre a gyerek hangosan fölröhögne. Beleléptél, üvöltesz, nyilván majd. Jaj, hát a kis legókot kell ugorjanak be a dobozunkba. Az a baj, hogy nekem le volt legó, mi építkeztünk, akkor a pám legfélbe azt mondta volna, hogy nézd már ez a sít halom, egyedül talicskázza be magát. Na. A konténerbe. Igen. Addig nem állsz fel, amíg meg nem etted. Nagyon szép. Nagyon szép. Nagymamám viccelődött apával, szültem volna inkább sámlit, arra legalább leülhettem volna. De szép, egyébként nem modernizálva, de szép, igen. A végső érv, az apád vagyok, úgyhogy megcsinálod, ezt utáltam, de már mondtam én is. Ismerős egyébként, igen. Hát gyerekek, sikerült egyet-kettőt modernizálni, de még azért nem vagyunk kint. De jó lesz, nem lesz jobb, ha modernül mondod, hidd el. Szerintem maradj a hagyományoknál, ez a szöges, ez jó, még kettőt passzincs mellé. És lökjed. Vagy próbáld meg visszaadni. Addig nem állsz föl innen, amíg ezt meg nem eszed, mama. Már nem is tudod. Te add vissza. Ez is jó egyébként. Hallott? Ez is nem? Jó. Mondd újra az anyádnak, hogy amíg az én kenyeremet eszel. Igen. Igen. Szerinted lopom én a pénzt? Na jó, de nem mindet. Igen. De gyönyörű. Szerinted az összes pénzemet lopom? Igen, apa, igen, na jó, de nem az összeset. Na, indulj a szobádba. Jó van, hát drága szülők, ez engem mindig megnyugtat tényleg, amikor felvetek egy ilyen dolgot, és látom, hogy a többi szülő hasonló cipőben jár. Azért ez mindig megnyugtat, hogy nem csak én mondom ezeket a mondatokat, nem vagyok ettől rossz szülő. Igen. Oké, játszunk, jó, köszönjük szépen az SMS-eket, Óven bácsival és Beru nénivel már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia! Szia! Bea vagyok. Hello, Bea! Ajkáról, Bea, mit csinálsz? Mivel dolgozom. Na, mit csinálsz, Ajkám? Egy gyárban ilyen autó alkatrészeket. Mi van ma? Ajkáról mindig vidáman szól a nóta. Sose fogy ki a nóta. Hát sose. Nem ezt akartam mondani. Hogy ott mindig gyárakból telefonálnak. Milyen gyár ez? Ez ilyen autóalkatrészeket. Autóalkatrész. És hagyják, hogy rádiózzatok, hagyják, hogy beszéljél, tehát nincs semmi baj. Hát nincs baj, de
De inkább siessünk. Nem, volt egy ajkai hallgatók, talán kirúgták azért, mert rádiót hallgatott. Igen, hallottam azt a vadát. Miért rúgtam ki? Igen, de neked ebből nem lesz baj. Nem lesz baj. Jó, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beruleni, figyelj. Oké. Hop-hop. Jaj, végre otthon. Hazalátogattak Ferihez. Ott még a termék, hogy ébredezik a természet. Feri, ébrednek a barátaim. Játékra hívnak. Megérezték a moslékszagot. Gyertek apuhoz. Először barát, aztán készülsz bele, mi? Hát. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ajjajjajjajjaj. Hát ez. Megvan. Tudod? Ah, kitaláltam. Nem tudja, csak a disznóknak örül. De a valami? Még egyszer, persze, mutatjuk, figyelj. Ez most magyar vagy külföldi? Hát vagy. Hát be a segítő neked egy kicsit, ez magyar. Tovább görgetem a dolgot, nem külföldi. Ezt a nagy lelkűséget. Csak hogy érezd a segítő szándékot, nem külföldi. Egyedül vagy? Hát egy ekkora gyárban nem, nincs... Nem, vagyunk többen is. Na. Senkem. Mutatunk egy hosszabbat, hogy megmutatjuk még egyszer, hallgassátok meg, figyelj. Jó, oké. Okay. Jön a Feri, meneküljetek! Vigyázz! Jézusom, flamos kocák támadása szemből! Gyertek apuhoz! Hopp! Jövünk, válaszoltak! Jön! Bea, hosszabbat? Hosszabbat akkor, jó, figyelj, mutatjuk a hosszabbat. Ó, én ráadásul szeretem is ezt a dalt. Ott, persze, ott. Ez rajta nem segít. Nyetenye! Hol vannak? Bea, mondjatok valamit, mert megmutatjuk az eredet, de ennyire ne legyetek csend, mert ott vagytok sokan, hát akkor tessék... Gabriel. Az, végül is az, igen, az. Rúzsa Magdi, de elfogadjuk igen, a Gabrielt is, mert hogy ez a dal címe. Jó. Jól van, megvan az ajándékcsomag, de... Köszönjük szépen. Hát, nem tudjuk-e? Igen, de kivettük a bögrét, kivettük belőle, úgyhogy bögre nincsen. Hát, kár, de mindegy. Okay. Köszi a játékot, Bea. Mi is köszönjük, sziasztok. Jó munkát, ciao. Hello. Na, lenyugodtak a disznók, megkapták Feritől. Feri aputal a jó kis gőzölgök. Nem lettek volna ilyen hangosak, hogyha a hopp esik ez a Gabriel, mert azt ott nem értik. Tudom? Igen, nem tudják hova tenni, igen. Na, tegnap beszélgettünk 9 óra után egy nagyon érdekes dologról. Ugye Jani elmondta, hogy egészen fura módon kenyaiak vettek részt az Imre Lőrinci futóversenyen. Elkezdtünk erről beszélgetni, és hát megfejtettük egy dolgot, amiről kiderült azóta, hogy ez egy abszolút bevett dolog, csak mi ezt nem ismertük, nem vagyunk járatosak a futós sportban, kevésbé olvassuk a sportújságokat, és... Ugye kenyaiak voltak a futóversenyen, majd megállapítottuk, hogy hány futóverseny van egy évben, és megnéztük a futóversenyek győzteseit, és kiderült, hogy a legtöbb esetben kenyaiak nyerik ezeket a futóversenyeket, és azt kezdtük el boncolgatni, és azt mondtam Janinak, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy talán nem kenyai bérfutók-e ezek, akik legyőzték komplett Lőrincet, és kiderült, hogy van egy ilyen csapat, amit mi nem tudtunk, akik mindig kenyaiakat indítanak el futóversenyeken, nem csak Magyarországon, szerte Európában, és ez egy baromi jól prosperáló dolog, mert hogy ezek pénzdíjas versenyek, és én azt mondtam, hogy vagy általányfutók ezek a kenyaiak, vagy bérfutók. Úgynevezett megélhetési futás. Megélhetési futás, így van. Amit ők végeznek, és kiderült, hogy van egy csapat, egy team, akik ezt baromi jó érzékkel megérezték, hogy minden versenyen odaérhetnek, ha elindítanak kenyaiakat, mert hogy jól futnak futóversenyeken, és baromi jól él ebből a team, bérfutnak a kenyai futók. Igen. Egyébként mit csinálna egy lőrinci futóversenyen két kenyai? Hát én amikor először megláttam őket, akkor komolyan elgondolkodtam rajta, hogy ja, vajon mikor dúzzadhatott fel ennyire a 18. kerületi kenyai kisebbség, hogy már ketten vannak. És valahonnan ismerősnek is véltem, talán a Kézdivásárhely utca. Lakik, azt hiszem, hogy a... De nem. Nagyon szellemes SMS jött tegnap, megírták, hogy hát milyen emberek ezek a lőrinciek, két kenyait üldözött egész Lőrinc, ugye?
De tényleg is arról kezdtünk beszélgetni, hogy egyrészt magyar futóként milyen rossz lehet ez, hogy sose érsz oda, mert tudod, mindig megver egy kenyai, majd 80 évesen, amikor te a futóverseny és eredményeidről mesélsz az unokádnak, és azt mondod, hogy apa, volt valami jó eredményed a maratonon, igen, akkor mindig azt mondod, hogy egy negyedik hely a Spár maratonon, és kivert meg két kenyai, és magyarként sose tudsz odaérni magyar futóversenyre, mert mindig kenyaiak vernek meg. Hát most kézzel a szituációt végigböngészgeted, ugye a nevezési listát, és látod, hogy három kenyai, olyan jó, akkor negyedik lehetek, akkor hatodik. Igen, és a legjobb magyar is kenyai lehet, de ez egyáltalán nem baj, ez egy jó ötlet, nekünk ez nagyon tetszett, ahogy mi tegnap oda eljutottunk, és megfejtettük, miután megnéztük a futóversenyeket, a futóversenyek számát, kiszámoltuk, hogy egy évben 20-30 millió forintot is össze lehet futni, és hogy ezt egy magyar ember egyébként kitalálta, aki egykoron futó volt, hogy csak úgy, mint a tájmasszázsnál, ugye hozol ide X tájmasszőr nőt, nyitsz egy tájszalont, hát itt élnek, itt laknak. Hát ha ők értenek hozzá a legjobban, akkor... Ők értenek hozzá, kiment Kenyába, megnézett három jó futót, idehozta őket, és azóta a kenyaiak futnak. Az a dolguk. Nem jó futók egyébként. Nem, ez nem igaz. Nem jó, nem, ez ők nem Kenyában igaz. Is jók lennének. Ők valószínűleg ott is. Hát azért például, hogyha mondjuk csak a maratonokról van szó, azt azért tudni kell, hogy mondjuk az olimpiáknak a maratoni szintidejét, azt mondjuk Kenyában legalább 1000 futó tudja. Csak nincs pénzük. Csak nincs pénzük elindulni az olimpián. Igen, hárman lehetnek ott az olimpián, de ők 1000-en vannak. Jézus, atya úr. És hogy döntik el, hogy ki jöjjön az 1000 jóból? Sorsolás van? Hát oké, és pár baj, ne. Van egy kenyai házi verseny. Hát pontosan, egyébként pontosan így van. Hát, hogy a három legjobb eredmény, az a három legjobb eredmény mellett még van 997 darab olyan eredmény, amit bármelyik ország, bármelyik maratonistája elfogadna. Igen. Ők erre születtek. És ez a két atléta is, aki egyébként ott volt, a Lőrinc Imrén, még ez az Imre Lőrince, még egyszer mondom. Ők is nagyon jó. Ők is nagyon-nagyon jó atléták. Jó. Felhívjuk azt az embert, aki kitalálta ezt az egészet, mert hogy tegnap miről beszéltünk, majd jöttek 9 óra után az SMS-ek, hogy gyerekek, igazatok van, erre létrehoztak egy tímet, ennek van egy feje, és mindenféle bántó szándék nélkül nekünk nagyon tetszik ez az egész, amit ő csinál. Nyilván a profiknak és a magyar futóknak talán kevésbé, de mi nem akarjuk őt bántani, megkérdezzük, hogy hogy jött erre rá, hogy találta ki, hány bérfutója van, hol indulnak, milyen versenyek, és egyáltalán mióta csinálja ezt az üzletet, hogy ő már nem fut, viszont kenyaiakat futtat. Ugye? Elfáradtam. Igen, érdekes a dolog. Úgyhogy Benedek Zsoltot hívjuk. Ákos, hírei után. 4:09 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kedd van, jó idő, március 17-e. És itt vagyunk a klasszon. Mi, gyerekek, mindent elmondtam. Hát ez igen. És egy levegővel. És és minden egyes információ, amit átadtál, az meg is állja a helyét. Igen, nem március 18-a van, nem szerda, nem szakad az eső. Igen, itt vagyunk. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a drága hallgatóink, hol mi a helyzet. M3-as 229-es kilométer pihenőjénél van egy... Trafipax. Így van, méghozzá a pihenőben. Mindenki figyeljen. Siófok belterületén a 111-es kilométernél. Mérnek. Pesti alsórakparton a Lánchídnál déli irányban három autó ütközött össze, ezt Eszter küldte nekünk. Szombathelyen a Hollán Ernő utcában a gyalogátkelőnél helyszínelnek az általános iskola előtt. Gyerekek, elkaptak valakit, vagy nem, azt írja a hallgató, hogy remélem hamar elkapták, ugyanis elütöttek valakit, és tovább hajtottak. Te jó Isten, iskola, zebra. Iskola előtt, úristen. És hogy cserben hagyja, szörnyű, remélem tényleg hamar elkapják, igen. Váratlanul lezárták a Németvölgyi út egy részét, óriási káosz van ott ezt Varázs Gömb küldte nekünk. Aztán a négyesen az Abony elkerülőn a 86-os kilométer után Szolnok felé. Ha nem vigyázol, akkor megbüntetnek a sebesség túllépés miatt. Így van, ez a négyesen van. Köszönjük szépen. És hát tulajdonképpen ezek a legfrissebbek. Mindent elmondtunk, amit kaptunk, remélem. Milyen csodálatos lehet most a rengeteg közepén a kőszegi óház. Beteg. Egész biztos, hogy beteg. De szép lehet, de szép lehet. Kocsival el lehet menni oda? Nem. Akkor adjuk. Van egy autóút, amit fel tudok odáig hajtani, hogy megálljak az autóval, körbenézzek, beüljek a családdal és hazamenjek, nem? Arra ott a Visegrádi fellegvár. Az a közhelyes várlátogatóknak a... Nem, hát az csak az a lusta túrázóknak a fellegvára igazából? Hát ha lent leteszed a kocsit azért, az kemény felmászni. Persze, tehát fel lehet oda gyalogolni, úgyis, hogy végén az imá érzi az ember a vádliait, meg a combjait. Mászon, akinek öt anyja van. Ugye, ha van műút odáig? Azért autót, hogy oda menjek, kiszálljak, megnézem, belőjek haza. De hogy mászom én, hát hülye vagyok. Hát akkor miért van autó? Ugye? Hát benzin van? Mert ha
Nem fektettél volna be, akkor gyalog mennél. De befektettél. Hát miért vettem azt az autót? Hát, te amit először mondtál, ez az indóház, vagy mi a... Mi van? Mit mondtál az először, hogy milyen soproni indóház? Indóház. Nem a kőszegi óház. Óház, ez az. És oda lóval ki tud menni? A kőszegi óház és a soproni indóház majdnem ugyanaz. Közel is van. Nem éreztem a nagy különbséget, de most már... Mi az Úristen, az indóház? Tényleg lóval el lehet menni, mert akkor még jó vagyok. Szerintem igen. Tereplovaglásban jó vagyok. Oda el lehet menni lóval? Egy darabig. Aztán kikötöd. Annak idején a vitézek is úgy mentek lóval. Hát pontosabban nem, ők még lóval mentek. Lóval, igen. Minek mennék ki egy ilyen régi házhoz? Egyébként tereplovagolás közben ellátogatni ilyen régi forgatások helyszínére, meg régi várakhoz, az egyébként tényleg jó. Tényleg jó. Vörösváron mentünk mindig, ott van egy vár nem messze, Pilisvörösvártól, hát és akkor lóval el tudsz menni. Meg hát az Egri csillagok című filmnek az egy díszlete. A díszlete tulajdonképpen igen, ahol forgatták valójában. Hát ez nagyon szép, meg a lóval oda jó elmenni. Akkor még nem milyen mézéből, falos lemezekből, meg nikettel tömbökből építették a díszleteket. Igen. Na, gyerekek, futóversenyezünk egy kicsit, ez egy nagyon érdekes téma, és én nem vagyok járatos a futóversenyben, pont azért vagyok magamra büszke, hogy ezt tegnap megfejtettük, mert Jani elmondta, hogy agyonverte két kenyai a lőrinci futóversenyen. Nagyon érdekes lehetett a látvány, tényleg, hogy komplett lőrinc fut két fekete futó után, mint ha valaki kapjátok elő, aki először turistáskodik nálunk, azt látta, hogy két feketét üldöz, ugye egész Lőrinc. Két kenyai futóról van szó. Két 18. kerületi kenyairól, Lőrincről és Imréről. Igen. És fura volt, mert azon kezdtünk gondolkodni, hogy mi van, ha ezek a kenyaiak bérfutók, vagy általányban futnak, és aztán megfejtettük egészen pontosan, mert én tényleg nem tudtam, hogy ez valójában így működik, és erre iparág épül, hogy ezeket a kenyaiakat elhozzák Kenyából, és versenyeztetik ugye különböző nemzetközi európai versenyeken. Ezeknek a futóknak van egy menedzsere, csapatba szedi őket, majd elindítja őket különböző futóversenyeken. Hát az ötlet zseniális, de én ezt nem tudtam, tegnap aztán idáig jutottunk, megnéztük az összes futóversenyt Magyarországon, kiszámoltuk a díjazást, és megnéztük az első helyezetteket, és kiderült, hogy az esetek nagy többségében kenyaiak nyernek magyar futóversenyeken. Hát az első ötlet az az volt, ugye, hogy ők önszerveződőek, tehát két kenyai elindult otthonról, először valami és környező egy országban. Részeként, igen, és egyszer csak eljöttek ide, és mindig így versenyről versenyre mész tovább. De azt el kell egyébként oldanunk, hogy itt egy teljesen legális dologról abszolút, van ugye persze. Szó. Kiváló atléták egyrészt, tehát fantasztikusak, ugyanakkor ugye a szabályok lehetővé teszik, hogy ők induljanak, és gyakorlatilag meg a sportmenedzser, és ez pedig nem egy új keletű dolog, a legnagyobb sportolóknak is van menedzserük, tehát nekik pont miért ne lehetne. Kell honosítani az ilyen versenyzőt? Nem. Nem kell, nem, mert hiszem. Ugye hát a focistát azt ugye honosított, hogy játszhasson itt nálunk. Akkor, hogyha a válogatottban játszik, akkor igen, de ezek nem honosított atléták, tehát nem úgy kell elképzelni őket, hogy magyar atlétaként handulnak, vagy vesznek részt ezeken a versenyeken. Arra is gondoltunk, hogy Rióba mennek, csak úgy átfutnak a kontinensen, és úgy indulnak el, hogy jönnek Kenyából, futnak gyorsan végig, és elfutnak egészen. És valójában nem is futók, hanem triatlonisták, mert az óceán már úszni. Igen, utána még lőnek kicsit. És kiderült, hogy van egy ember, aki őket teambe szervezi, és hát rengeteg verseny nyernek meg. És arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha mi is kitalálnánk, hogy mi miben vagyunk jók, és elmennénk olyan országokba, ahol az adott sportban, amit mi kiválasztottunk, kevésbé jók, és rommá nyernénk magunkat. Nem? Ez egy legális dolog egyébként. A vízilabdában gondolkodtunk, ugye, hogy viszont támadunk Kenyába. Igen. Csak a víz hiányott egy picit. Hát az Indiai-óceán partján ugye meg tudod csinálni. Tehát Kenya úgy esik, hogy ott óceán van. Tehát ott esetleg föl tudsz állítani kapukat, el tudsz vinni négy tehetséges magyar vízilabdázat, és rommány ered magad. Cápák, és mi? Rommány ered magad egyébként vízilabdában. És az idei grönlandi csocsóbajnokság győztese, Rákóczi Ferenc. Új, de szép lenne. De tényleg. De te, mint futó egyébként, te se tudtad, vagy tudtad ezt? Nem, hát én meg is lepődtem, én oda is kiabáltam nekik, hogy srácok, rossz irányba futok, és akkor mondták, hogy nem, ők már visszafele jönnek. Te vagy ennyi nyomorú. Nem próbáltad őket elgáncsolni? Meglepődtem. Azért nagyon szép tradíciókra tekinthet vissza, hiszen ez volt már a 10. Imre Lőrinc futóverseny, de azért én még nem nagyon találkoztam kenyai futókkal. Hát ezért ez egy pici kis versenyecske, ugye elsősorban 18. kerületeknek, de bárki mást is szeretettel várnak a szervezők, és akkor ott megjelenik két ilyen atlét, aki 22 perc alatt tudja lefutni a 8 kilométert, hát azért picit volt meglepetés. És úgyhogy nem siettek.
Hát mentek, hoztak egy jó tempót, de gondolom, hogy nem volt az, hogy érted, nagyon a sarkukra futtok. Nem, ugye? semmi extra. Bár mondjuk ezzel a tempóval én valószínűleg már nem a buszhoz futnék, hanem ide be az ülőjút 102-vel előbb érnék ide, mint a BKV-ben. Igen. Na itt van Benedek Zsolt, a Benedek Team vezetője. Jó reggel, Zsolt, hello! Jó reggelt, üdvözöllek benneteket és a hallgatókat is. Szia! Jó reggelt, hello! Hallgattad a tegnapi adást, vagy szóltak? Nem, én nem hallgattam a tegnapi adást, mert pont Lengyelországból utaztam haza, 17 órát vezettem, és úgy hívtak fel engem, hogy tehát rólunk van szó a Klassz FM-en. És akkor utána gyakorlatilag az utolsó 5 vagy 10 percet hallottam, majd pedig meghallgattam ugye az archívumban. Versenyeztetek kint Lengyelországban? Tehát igen, Lengyelországban. A csapat egyik része Poznánban versenyzett, igen. És hogy vezettél 17 órát? Két kenyőjével a csomagtartóban? Nem, ők futottak az autó mellett. Hogy egyszerűen kettős, és őket futtattad. Jó, hát gyakorlatilag elviszeljük a dolgot. Nyilván humorizálunk, de teszünk fel majd komoly kérdéseket. Jó, oké, két kenyői srác és egy kenyai hölgy voltam Lengyelországban, és hát tényleg egy komoly Poznánban, egy nagyon komoly 10 kilométeres versenyen voltunk, és hát megnyerték. A hölgy is nyert, és a két srác is. Ráadásul a srác pályacsúccsal nyerte a versenyt. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye, hát te nem vagy ismeretlen az atlétikában, versenyeztél is, ugye országos bajnokságot nyertél félmaratonban, ha jól tudom, számos hazai, igen, külföldi utcai futáson is győztél, sőt, hát egy-két helyen még te tartod a pályacsúcsot. Egyszer csak felébredtél reggel, és azt mondtad, hogy basszus, hát ez egy jó ötlet, hogy hozok ide két-három kenyai futót, akik baromi jó időket tudnak futni, és elkezdem őket versenyeztetni, és rommá nyeritek magatokat magyar versenyen, vagy máshogy jött az ötlet, hogy fussanak a te csapatod égisze alatt kenyaiak. Nem, tehát igazándiból ugye én saját magam rákényszerültem arra, hogy saját magam menedzsere legyek, és hát ugye saját magamnak szerveztem a versenyeket, majd pedig csapódtak hozzám az edzőtársaim is, tehát nekik is szerveztem versenyeket, majd amikor 41 évesen a 8. műtétem után abba kellett hagyni, akkor kezdtem el komolyabban gondolkozni benne, hogy hát hogy ezt azért föl lehetne építeni jobban, én ugyanúgy benne szeretnék maradni a sportba, ehhez értek az utcai futáshoz, nyilván ebből szeretnék megélni, így aztán kitaláltam gyakorlatilag ezt a projektet. Tehát amit igazándiból nem én találtam ki, hiszen egész Nyugat-Európában ez nagyon-nagyon jól működik, Kelet-Európában még nem volt ilyen, jelen pillanatban is csak ez az egy van, és hát így elindítottam. És ez hogy megy, hogy te kimész Kenyába, futnak előtted hátizsákkal, és kiszeded a tömegből a két 12 éves, hogy ők nagyon tehetségesek, vagy ide jönnek és jelentkeznek nálad, hogy ők a te csapatodban futnának, hogy találkozol a kenyai futókkal? Következett, azért tegyük tisztában az egészet, azért ez egy nagyon-nagyon komoly professzionális projekt. Tehát erre nyugati menedzserirodák szakosodnak, és hát én is kapcsolatban állok két nyugati menedzserirodával, velük dolgozok, és az ő segítségükkel érkeznek. Tehát kvázi ők közvetítik neked a futókat? Következő, igen, vannak olyan futók, akiket ők közvetítenek, illetve vannak nekem régi atlétáim, akik kapcsolatrendszerén keresztül kapok én atlétákat. Igen. Uh-huh. És ők milyen típusú atléták? Te válogathatsz, hogy megnézed az idejüket, igen, vagy igen, neked igen. egy casting kör? Nem, mindenkinek van referencia anyaga, illetve van az atlétáknak előélete, és hát ugye ez alapján válogat az ember, illetve hát nyilván nagyon-nagyon fontos a nyugati menedzserőzárnak az ajánlása, hiszen nélkülük azért ezt a projektet. És te megveszed őket, ahogy egy futballklub megveszi a focistákat? Nem, gyakorlatilag szerződések vannak kötve, és hát ugye ameddig az atlétáknak a vízuma érvényes, addig tudnak tartózkodni Schengenben, és ennek megfelelően szervezünk nekik versenyeket, nyilván a partner cégekkel egyetemben, és így hívjuk őket ezekre a versenyekre. Úgy kell elképzelni, hogy tehát, hogy vannak azért ebben a csapatban vannak nagyon-nagyon jó futók is. Például tavaly itt volt pár napig Magyarországon Luke Kibbert, aki Oszakában a maraton világbajnokságot megnyerte 2-07-tel. Tehát nem csak közepes vagy gyenge futók vannak, azért ebben a projektben nagyon komoly sztárok. És ő ott volt egyébként a 9. Imre Lőrincen? Oké, tehát akkor itt megint humorizálunk. Következő, akkor térjünk rá. Kicsit humorizálunk is, ahogy. Persze, így van. Térjünk rá az Imre Lőrincre. Erről a versenyről azt kell tudni, hogy ez ugye a tizedik, tehát folyamatosan talán 10. éve rendezik ezt a versenyt. Talán az első vagy a második alkalommal még én nyertem ezt a versenyt. Na most én ugye a főszervezővel nagyon jó viszony, baráti viszonyban vagyok azóta is, és a főszervező egy nagyon-nagyon jó hétvégi jamboris versenyt csinál, sok gyerekkel, szülőkkel, babakocsis futással, mindennel, és hát ő azt szerette volna, hogy egy kicsikét még jobban népszerűsítve van az ő versenye, és ő azt szerette volna, hogyha lennének akár külföldi futók, vagy afrikai futók, és ő ezért gyakorlatilag meghívott minket. Neki ez igazándiból nem került pénzébe, hiszen például Justus Kipchirchir Kiprono
a Bratislava maradó. Őket üldözted? Őket jöttek szembe velem. A 8. percnél ők már visszafelé futottak el, ők voltak amikor, you know. Én még hallottam csengeni a startpisztolynak a lövését a fülemben, amikor már ők jöttek visszafelé. Igen, figyelünk. No, tehát azt tudni, hogy a Justus Kipchoge kipróbált, a Bratislava maraton szervezői hívták meg Európába, tehát neki fizettek repülőjegyet, mindent. Így aztán ő 2 vagy 3 hétig itt tartózkodik Európában, és mivel az én csapatomba tartozik, és a Lőrinci futóverseny szervezével jó viszonyban vagyok, ezért egy barter keretében úgymond baráti segítségből el tudtam neki hozni ezt az atlétát, hogy népszerűsítse a versenyét. Justusnak pedig egy jó edzés volt, majd pedig megy tovább Bratislavába, és ott nem csak a versenyzők meg a szervezők két szép szemért futnak ezek az emberek, tehát de te olyan vagy, mint egy producer iroda, vagy menedzseri iroda, hogy te megmondod, hogy mondjuk X százalék az, ami neked, nem akarok konkrét összegeket, nem is tartozik rá, csak kérdezem, hogy mondjuk te, ha nyer a kenyai futód, akkor te az ottani pénzdíj, mint 20-30 százalékát teszed el, és a többi az övé, tehát egy klasszikus iroda. Igen, tehát úgy működik a dolog, hogy a szerződések vannak kötve, elsős körben a nyugati menedzseri irodával, minden aszitának külön megállapodása van, ami persze nyilván a titoktartás kötelez mindenkit, és hát nyilván a nyereményeknek bizonyos százalékát le kell adni az atlétáknak. Na most, amikor a versenyszervező fizet minden költséget, repülőjegy, szállás, minden, akkor nyilván a tiszta nyeremény tiszta százaléka a menedzseri irodájé. Abban az esetben, amikor viszont, mert ugye nem mindig minden versenyen fizetnek mindent, akkor nyilván levonódnak a költségek, és annak a megfelelő nettoösszegnek a százaléka az atlétáé. Ilyen kisebb versenyeken, mint például mondjuk ugye az Imre Lőrinc, és akkor simán előfordult az, hogy mondjuk nem csak pénzdíjak vannak, hanem tárgyi nyeremények is, hogy mondjuk a kispicúr cukrászda által felelt 70 darab szlovák krémesből te megkapsz 30-at, ők pedig vagy ennek egy plazma tévét, akkor tiéd a távirányító. Így van, pontosan nem. Következő, tehát amikor nem készpénzről beszélünk, akkor azért ilyen nincs. Tehát tényleg ez egy reprezentálás volt a verseny népszerűsítése. Jó, persze, értjük. A lőrinci futóverseny nem igazán a pénzről szól. Persze, nyilván azt tudjuk, hogy Magyarországon nincsenek is nagyon komoly pénzdíjas versenyek, ezek szerte inkább Európában. Igen. Mit szólnak hozzád? Azért ezt muszáj megkérdeznem. Azon amatőr futók, akik ugye nyilván szeretnének nyerni, de hát ti ugye megérkeztek, és mivel lehetőségetek van rá, semmi rosszat nem követtek el, de mondjuk egy jó európai, mondjuk fehér futó élete legjobb eredményének egy spármaraton 4. helyezettet tud majd mesélni az unokájának, mert mindig ott vannak a kenyaiak, akik ugye rommá verik az egész európai mezőnyt, és sose lesz valódi eredményük. Ők utálnak benneteket, vagy rossz szemmel néznek rá? Akkor ezt is pontjuk ketté, ugye, mint tudjuk tegnap, ugye Vadó Jani elmondta, hogy 77. lett. Hogyha most nem lett volna a két kenyai, akkor... Ne, bocsánat, 57. Akkor nem 57-et, nem 59-et lett volna, hanem 57-et. Igen. Jó, akkor neki gyakorlatilag teljesen mindegy ez a pozíció. Én most a profitra gondolok, akik sose nyernek, mert ott vannak a kenyaiak. Ez volt az egyik. Itt viszont hozzá kell tenni, hogy pontosan Lőrincen, aki a harmadik volt a Nagy Tamás, ő egyébként a magyar maratoni bajnok, ő is az én listálomba tartozik, tehát én vagyok az edző, és én vagyok a menedzsere. Igen, és nagyon jó eredménye egyébként. Ilyenkor a kenyaiakat altatott, szedálott, hogy ne induljanak, vagy sorsot húztok este, hogy kiindul reggel? Nem, hát ez gyakorlatilag ez hetekkel, hónapokkal előtte vannak szervezve. Nem, a halmi dűlőből makkal dobálják ők. Itt szeretném megjelenteni, hogy egyébként aki a női verseny nyerte a kárcsőzét, az szintén én vagyok az edző, és én vagyok a menedzsere. Na most általában úgy vannak összerakva ezek a versenyek, hogy azok a magyar atléták, akik velem vannak, jól járjanak. És ők jobban járnak, mint hogyha egyedül lennének, hiszen a kenyaiak segítségével tudnak eljutni olyan európai versenyekre, ahova őket nem hívnák meg, mert sajnos az igazság, hogy a magyar párfutókat szinte se, ha egy-egy kivételt eltekintve, sehova nem kapnak meghívást. Viszont a kenyaiak igen, és ezért, akik velem vannak magyar atléták, szintén el tudnak menni nívósabb külföldi versenyekre. Tehát ennek van egy ilyen hozadéka, tehát akik velem vannak, nem járnak rosszabbul. Együtt is tudnak edzeni amúgy? Következhet, ugye ezek a kenyaiak vetésforgóban azért kevesebb tartózkodnak Magyarországon, de amikor itt vannak, akkor igen, tudnak is edzeni, és már ugye több jelentkezés is történt, hogy szeretnének együtt edzeni a kenyaiakkal. Most itt szeretném azt elmondani, hogy Bene Barnabás, aki ugye 4-szeres junior Európa bajnok volt, ő tavaly szeretett volna a felnőtt Európa bajnokságra kiküldetési szintet futni. És ő pontosan minket kért meg, hogy az egyik kenyai atléta segítsen neki olyan iramot futni, amivel az Európa bajnoki kiküldetési szintet teljesíteni tudja, hiszen ez egyedül nem menne. Tehát ennek megint van egy ilyen
pozitív hozadéka is. Olyan volt már, hogy egy kenyai nyerte, vártad az irodába, hogy megbeszéltek akkor a 30%-ot és lelépett? Elfutott vele. Eltűnt, elfutott és nem jelentkezett. Többet vagy őket szerte küldött a szérosa minden irányába, és hétfőn visszaszállnak, mint a postagalambok hozzád, és hozzák a nyereményt, vagy felhívnak ők, és kapcsolatba lépnek veled, hogy képzeld, nyertem, mint egy jó szülővel, vagy egy jó edzővel, vagy apával. Nem, tehát most a mai világban, az internet világában gyakorlatilag mindig minden eredményt az ember értesül. Tehát nyilván sok helyre autóval mennek a sportolók, velük akkor ugye mindig van egy vezető. Ha ott készpénzre fizetnek, akkor nyilván akkor ott már le lehet játszani, de nagyon-nagyon sokszor a menedzser iroda kapja meg a számlájára érkezve a pénzt. Tehát úgy, hogy Schengen jövezetőn belül mehettek személyvel, de az útlevél el van. Nem, az azt hiszem, az útlevél. Egyébként tényleg Schengenen belül, ameddig a vízumok érvényes, teljesen jogszerűen tartózkodhatnak, tudnak versenyezni. És hát az igazság, hogy tényleg nagyon-nagyon sok versenyszervező meghívja őket pontosan azért, mert szeretné népszerűsíteni a versenyét, illetve nagyon-nagyon sok olyan verseny van Európában, ahol tényleg ráfeküdtek a professzionális meghívásra, mert az amatőrök mellett szeretnék azt is, emeljék a színvonal is. Persze, ezt mondtad. Egy hallgatónk fogalmazza meg a legjobban. Te vagy a futás kozsója. Igen, csak a Zsolti tényleg jó. Figyelj csak, mekkora a legnagyobb pénzdíj, amit európai versenyen meg lehet keresni? Mi a csúcs? Hát, mondjuk egy London maratonon. Mondjuk egy London maraton. London maraton akár 100 000 dollár, de ott még vannak időbónuszok, rajtpénzek, de azt azért tudni kell, hogy azért az én csapatom ilyen szintű versenyekre nem jár. És akkor másik iroda ugyanúgy elindítja, és egy kenyai a te irodádból, egy kenyai mondjuk egy amerikai irodából, és a két kenyai két különböző irodából öli egymást. Azt tudni kell, hogy igazándiból én most tehát a kelet-európai területet fedem le a nyugati menedzserőre megbízásából. Itt igazándiból kelet-európában jelen pillanatban nem, tehát ugye Ausztriánál megáll ez a projekt, Nyugat-Európa működik, kelet-európában csak én vagyok egyedül, ezen kívül még Lengyelországban van két menedzser, aki kenyaiakkal foglalkozik. Hát nyilván a lengyel versenyeken nagyon nagy háború van, mert ők is mennek, persze, mi is megyünk. Zsolt, egy szakmai kérdést engedj meg nekünk, hogy a magyart edzed a kenyaival. Ugye az azt jelenti, hogy a magyar szóval szeretne futni a kenyaival, mert jobb idő. A kenyait hogy edzed? Bekérsz a hangától két gepárdot, és elengeded lőrincen őket? És ide is kívánkozik egyébként a konkrét kérdés, hogy voltál-e a múlt héten Kecskeméten az ötvös cirkusz környékén, vagy esetleg motiváció gyanán nem eresztettél el két oroszlán? Mert a magyar lehet edzeni a kenyaival. A kenyait kivel lehet? Vagy mivel lehet még jobb időre sarkalni? Hát, a Tokaj Express-re. Otthon nagyon-nagyon sokat edzenek, nagyon-nagyon nagy csapatokban dolgoznak, 20-30-40 akit edz együtt, tehát ők azért ott nagyon jó fizikai állapotba kerülnek. Nyilván ugye vannak nekik fizikai adottságaik is, illetve kihasználják azt, hogy magaslaton élnek, ezáltal jobb lesz a vérkeringésük, magasabb lesz a hemoglobinjuk, tehát egyszerűen futásra az oxigénszerző képességük javul, és amikor ők megérkeznek Európába, nyilván nagyságrendileg jobb teljesítményre képesek, mint azok az emberek, akik itt élnek lent a tengerszinten. Tehát ezért tudnak ők jobban futni. Egyébként nekik pedig a motiváció tényleg az, hogy mint annak idején nálunk a régi rendszerbe, tehát kitörni abból a helyzetből, és hát nyilván tehát sikereket elérni, illetve hát nyilván. Tehát ez arról szól, hogyha itt jó, akkor megalapozza a jövőt, ha nem, akkor elvileg megy vissza Kenyába, amit ő mondjuk nem szeretne? Nem, mindenképpen mennek vissza Kenyába. Tehát a kenyaiak, én még nem hallottam úgy, mint az etiópoknál, hogy emigráltak volna. Tehát náluk nincs semmi probléma. Tehát ahogy a verseny véget ér, ők gyakorlatilag mennek haza, vagy pedig ahogy a vízumuk lejár és a megállapodás szól, ők gyakorlatilag Európába mennek haza. És hát ő nyilván, amit nyertek, pénzt viszik haza, és aztán vagy építkeznek belőle, vagy a családra költik, vagy éppen olyan is van, aki egyébként nem keres, vagy nagyon keveset keres. Hát az zseniális, hát én eddig a futósportról nagyon keveset tudtam, én ezt tegnap egyébként János elmondása alapján egy ilyen teljesen paraszti logikával, gondolkodással kezdtem el kikövetkeztetni, aztán tegnap este utána néztem, mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy ugye hát itt cikkek vannak tényleg az ilyen típusú futóversenyekről, futásról, a te tímedről, hogy szeretik, nem szeretik, elítélik, nem ítélik, de hát ez egy legális dolog, ezt lehet csinálni, hát ezt most, hogy vannak futók, akik ezt nem szeretik, mert nem érnek el eredményeket, hát nyilván összetett a dolog, de tegnap erre úgy jöttünk rá, hogy János elmondta, hogy két kenyait üldözött a lőrinci futóversenyen, és oda
jutottunk, hogy bérfutók vagy általányfutók ezek a kenyaiak. Nagyon jó. És aztán utána láttuk meg a te tímedet. Viszont én nem voltam járatos futósportban. Zsolt, hogyha jövőre is jöttök, akkor és szükséged van mondjuk így munkatársakra, mondjuk a kenyaiak mellé, én nagyon szívesen diktálom az első 3 méteren a tempót neki, illetve megmutatom, hogy a sportkastélyban merre van a férfi WC. Jó, értem, hát akkor köszönjük egy megalapodást akár már most, és jövőre akkor nyilván találkozunk Lőrincen. Remélem, hogy a szervező ismételten meghívja a csapatomat, és hát részt tudunk venni a versenyen, és tudjuk népszerűsíteni, vagy esetleg a szó igazi értelmében színesíteni a versenyt. Itt egyébként egy dolgot még hagyjátok meg, hogy ez Magyarországon is igaz, de külföldön még inkább, hogy amikor nem tömegével vannak kenyai, tehát 1-2-3 kenyai van, ők állnak fel a dobogóra, ők nyerik a versenyt, akkor nagyon-nagyon sok fotó készül, a gyerekek autogramokat kérnek, fotózkodnak, tehát ez tényleg egy, úgymond neki, egy ilyen happy történet. Nyilván persze, nem rabszolgatartásról van szó. Ezt mindenki élvezi, és igazándiból az a jó, hogyha mindenki megtalálja benne a szépet és a jót. Jó az atlétának, jó a versenyszervezőnek. Más lányokat futottam, itt a utcában te kenyaiakat futtasz. Sokkal jobb szerintem. Vannak nálunk kenyai lányok is, egyébként vannak köztük szépek is. Tehát őket is lehet valóban szoktatni. Zsolt, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó munkát nektek. Hát nem, köszönjük nyilván szépen. Kétélű a dolog. Köszi, csáó, ha beszélgetés. Okay, köszönjük szépen. Benedek Zsoltnak. Szegény, hát nyilván sokan nem kedvelik őket. Látjuk az SMS-ökben, és itt profi futók írogatnak nekünk. Hát gyerekek, ez egy legális dolog, ő ezt csinálja, kenyajakat indít. Szörnyű lehet, hogy te vagy az európai legjobb futó, és nem lesz egy eredményed soha profikért, mert mindig ott van ocsújó, mocsújó kenyából. De hát gyerekek, hát jók futás. Figyelj, meg kell nézni tényleg a rajtlistát, vagy a nevezési listát, hogyha történetesen mondjuk itt a Pesszentlőrinci bronzkesztyű ökölvívó, amatőr ökölvívó versenyről van szó, akkor nyilván nem fogok indulni, azt látom, hogy Vladimir Klitschko is ott a nevezetek között, érted? Mert jobb sarokban Vadol Jani, bal sarokban Vladimir Klitschko. Most gondolom, hogy szétszedik az amatőrt a profira ezeken a jobb futóversenyeken, és akkor amatőrben te még odaérsz. Persze. Tehát nem azt kell örök életedben mesélni az unokádnak, hogy a legjobb helyezetet tényleg egy hatodik, mert öt kenyai mindig ott volt az összes futóversenyt, és soha nem értél el semmit. Most forraljunk bosszút, hogyha ősszel megint megyünk Dél-Afrikába, akkor onnan csak 3000 kilométer vissza Kenya. Megnéztem, hogy ott mivel tudunk visszavágni. Jó? Ja, hogy mit vigyünk, amiről tegnap beszéltünk, amiben mi jók vagyunk. Igen. Kezdjünk el agyalni. Főzzél rájuk egy jó tokány. Gyerekek, nagyon jó. Zsolt, akkor a futás kozsója. Nagyon nagy duma. Nagyon nagy duma. 3:49 lesz fontosan 6 perc múlva. A hármas ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, ha valaki játszana velünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy érdekes beszélgetésünk volt Benedek Zsolttal, aki kiderült, vagy akiről kiderült számunkra legalábbis, ugye, egy profi team vezető, és belepillanthattunk valami olyanba, amit az ember napinnap lát, ha megnéz egy futóversenyt, akár indul, akár csak a közvetítést, de nem tudja, hogy egyébként ez is ugyanolyan profi üzletággá vált, mint bármilyen más sport, és hogy Zsolt a saját tímjében kenyaiakat versenyeztet, itt vannak bizonyos ideig, futnak, kiégnek, nem égnek ki, mennyi futnak egy évben, hát nyilván szakmai kérdés, de ő, mint a futóiroda vezetője, futtat kenyaiakat. Ugye tegnap kezdtünk el erről beszélgetni, mi a fenét csinál két kenyai egy lőrinci futóversenyen, román erveszek egy lőrincieket, és hát kiderült, hogy ez ugyanolyan profin működik, mint akár tényleg egy futballcsapat, vagy egy kosárlabdacsapat. Vannak tímek, futókat alkalmaznak, bérfuttatják őket, és utána leveszik a százalékot a pénzdíjak után. Leginkább ugye Európában, nem Magyarországon, vagy Európa más országaiban, mert hogy Magyarországon nincsenek igazán komoly pénzdíjas versenyek. De hát van azért egy-kettő. Igen, de hát nálunk ugye azért szerepeltek, azért indultak el az Imre Lőrince, mert ugye volt a szervezőkkel egy nagyon jó nexus, és egy kis hírverés nem ártott a versenynek, amit egyébként ezúton is köszönünk. De amúgy nem csak Zsolt az egyetlen az ország, amikor valami hasonlóval foglalkozik, mert például Kriszta bírja a honlapunkon, hogy neki is vannak régi atlétái. Igen. Ezt írta nekünk is egy hallgató SMS-ben is. Igen, szívesen vissza, oda megversenyezteti őket. Igen, még a skálában vette 100 évvel ezelőtt. Igen. Na, játszunk hármas ugrást, itt van a játékosunk, megnézzük, tud-e válaszolni a kérdésekre. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, hát ma milyen vidámak a hallgatóink. Szintia, hello Szintia! Hello, sziasztok! Honnan hívtál minket? Hajdúszoboszlóról.
Otthon, suliban, hol vagy? Nem, otthon vagyok, mert influenzás lettem, aztán most? Nem tudtam elmenni iskolába. Mikor? Pont amikor már lecseng a dolog, szegény, még beleestél. Igen. De hallatszik a hangodon, hogy kicsit beteg vagy. Hányadikos vagy? 9-es. 9-es, az 15. 15 éves. Éves vagyok, igen. 15 éves vagy? Igen. De most mi? Hogy mert például 15? Érettebb a hangod, de jóval érettebb a hangod, mint 15. Hát, de lehet, hogy az influenza. Meg vagy fázva, lehet, hogy kicsit nőtt. Igen, milyen szakon vagy, vagy mit tanulsz, hát vagy mi leszel? A Hüggyes Endre gimnáziumban járok, a bioszkémia szakra orvosnak tanulok. Ó, doktornőkére. Orvosnak tanulsz. Na, mit szólsz ez a javaslathoz, amit most akarnak bevezetni? Vagy ne kérdezzek még ilyen komoly dolgokat a paraszolvenciával kapcsolatban, hogy ha aláírsz bizonyos dolgokat, ha nem írsz alá. Hogy alig várod az első borítékot. Vagy be őszint. Jaj, nem, azt hallottam, arról pont ti beszélgettetek, nem? Szerintem a rádióban hallottam tőletek. Mostanában erről nem beszéltünk, régebben beszéltünk, igen, hogy lehetne ezt a dolgot megszüntetni. Igen. A paraszolvenciát. És milyen doki leszel, tudod már? Vagy 9-ben az ember ezt még nem tudja. Jobban hajlok inkább a gyerekek felé, aztán... Egy gyerekorvos szeretnél lenni. Na, az nagyon szép. Szép hivatás, még ha nem is könnyű, és nincs is nagyon ugye megfizetve. Cintia, van, aki segít, vagy egyedül játszol? Anyukámmal vagyok itthon. Ő mivel foglalkozik? Hát, vállalkozó. Aha. Hello! Ciao! Hello, anya! Hello! Hogy hívják a mutert? Tündi! Hello, Tündi! Mit csinál? Hello, sziasztok! Mit csinál a mama éppen? Hát, lassan majd főzni kezd, meg ápolgat engem. De jó is, az ember otthon marad. Mama ápolja kicsit, nem kell bemenni. Jó az. Milyenek? Kicsit. Hogy a kicsi pici babám, te kis 15 éves. Milyenek a kérdések? Hát figyeljetek, menni fog mamával együtt karöltve, szerintem. Igen? Egy bioszkémia szakos orvos növendégnek könnyű? Kifejezetten bioszkémia vállalkozó szakra vannak ezek most. Na, gassuk akkor az első kérdés, ami így szól. Melyik csapat pilótája nyerte meg az idei Forma 1-es szezon első versenyét? Mercedes. Na, a második kérdés, ez nagyon kell a mama, szerintem te erre nem emlékszel. Igen. Ott van? Igen, persze, itt van. Üst ki a kezéből a főzőkanalat. Mit főz a mama? Hát, leves, valami leves, meg valami, nem tudom, pörköltet szerintem. A valami leves azt jelenti, hogy sose tudod megmondani az íze miatt, hogy milyen levesnek indult, vagy... Majd a végén kiderül, majd a végén kiderül, amikor elmondja, hogy mit ettél, vagy... Még nincs olyan állapotban. Nem, még nem nagyon tudom arról, még nem beszéltünk biztos, inkább csak pihengetek. Jó, van, menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Mi volt Vágási Feri foglalkozása a Szomszédok című tévésorozatban? Ajaj, mondtam, hogy ez kell a mama. Ott vagy, Tündi? Igen, itt van anya. Nem tudom, nézte még... a Szomszédokat? Szerintem igen, valami nekem is rémlik. Valami sorozat volt ez, nem? Az. Figyelj, ezt tudni kell ők. Már nem láttam. Egy generáció. Árufavarozó. Ezt kérdezed? Vagy... Ja, az nem. Azt hiszem, talán még az M3 ismétli. Néha. Ismét lesz mindig valaki. Vagy már a Dunán? Vagy már... Hát nem, ő nyomdász volt. Hát ő volt költöztető is egyébként, úgyhogy az árufuvaroz az valószínűleg innen esetben nem volt költöztető? De volt, igen, alkalmi munkaszerűen, de egyébként néha mosogatott is. Otthon. Igen, ő nyomdász volt, és egyszer csak Vágási Feri be akart szállni az internetbe. Az internetbe. Beszállok az internetbe, mondta ezt Vágási Feri. Hájjáj, mama nem emlékezett rá. Nem, pedig ezt tudni illik. Ez biztos... olyan, mint Luke Skywalker, neki volt az apja, tudom. Igen. Biztos mama a Guldenburgok örökségét nézte, vagy a klinikákat, és akkor nem. Sasha Hainbe volt belehabbarod. Igen. Hát, nincs ajándékcsomag. Cintia. Nincs. Nem, ezt mama jól elintézte. Mindegy. Én kiabáltam a gyomdát! Persze, hát akkor mi nem volt a Cintia, aki kiabáltál? Reméljük, a leves jobban fog sikerülni. Ha nem tudjuk, milyen leves. Te milyen kérdésnek örültél volna, Cintia? Hát nem tudom. Kivel számítottam ilyenre. Kivel jár most Justin Bieber? Vagy? Hát, valami. Na jó van. Köszi a játékot, vigyázzatok magatokra. Ciao. Szia, puszillak titeket. Mi is. Hello. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát pedig ez nem volt nehéz.
nekünk, a mi generációnknak. Ő 15 éves volt. Figyelj. Hát neki gyerekek már ez semmit. Nekünk is vannak sorozatok, amik már nagyon semmit nem mondanak. Tudjuk, hallgatták a szüleink, de nem rász tőle a hideg, hogy belehallgassunk. Nem? Jó, de ezek a dolgok örökre beégnek. Ha egyszer láttad. Sose felejted el. Igen. Na jó, van. Egy-két közlekedési hír, csak hogy arról is beszámoljunk, mi a helyzet az utakon. Valaki kérdezi Szintiától, kérdezném, hogy van-e valaki. Kicsit ráment azonnal, a hangra. Azonnal. Egy ápoló. Igen, gyermek még, hát ne írjatok ilyeneket. M3 a 106-os kilométer Pest felé. Trafi. Így van, az M5-ösön a 30-as kavicsnál a felüljáróról. Szép fotókat, de drágákat készítenek. Csabi küldte nekünk. Aztán baleset az M1-es Zsámbéki lehajtójánál. Nagy a káosz, ezt Wilson ütesztje nekünk. 26-os főút Vadna belterületén. Egy csinos rendőrlány és egy jóképű fiú. Miért az információ első része nem biztos, hogy igaz? Trafiznak Siófokon, segítek belül a 111-es kilométer. De ezt már mondtam, a trafit. Ez igaz. Pesti rakpart dél felé. Áll. Hú, na, azt hiszem megint egy ilyen sokszorosabb bővített és összetett mondat. Igen, egyébként tényleg Lánchidnál. Lánchidnál van egy baleset, igen. Váratlanul lezárták a Németvölgyi út egy részét, óriási káosz van, mindenki figyeljen. És Szombathelyen a Hollán Ernő utcánál a gyalogátkelőnél baleset miatt helyszínelnek. Úgyhogy ott is vigyázzon, és mindenki menjen lassabban. Ez is most jött az Üllői úton, az Ecsér út kereszteződésénél motoros gázolás történt. Az Üllői út a város felé nagyon torlódik, aki tud kerüljön, ezt taxis hallgatónk küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek. Na, gyerekek, pont tegnap kezdték el a Szomszédokat, nem láttátok? Vagy az M3, vagy a Duna, nem tudom, valamik újra előről kezdte, ez olyan, mint a Story TV-n a Dallas. Tehát, hogy amikor véget ér, azonnal Istenem. Kezdik előről, mindig van egy fix pont, amihez hozzá lehet nyúlni, 4000 rész a Dallasból, meghal Jockey, és másnap már újraindul a Dallas, 1969. Return of the Bőmbácsi. Igen, Bőmbácsi visszatér. Erre léptem be, megy a tévé, és költöznek, tehát így jönnek. Nem hittem el, de tényleg. Első rész. Le kellett ülni, néztem. Hát de ez már valami... csak nekünk nosztalgia, ugye? Hát ezt egy mai fiatal meglátja, aki mondjuk Kiefer Sutherland 24 sorozatán nevelkedett, ő ezt már nem tudja hova tenni, hogy ott Bőmbácsi mond egy latin idézetet a végén, jön a fiatal Ábel Anita. És megjelenik Kutya úr. Igen, és közben bosszankodnak a lépcsőházban, hogy valaki nem fizeti a közös költséget. Ment a mentő Kulka, nos, kiszállt ugye a komolyan a táskával, ment megmenteni egy bácsit, aki feküdt a földön. Ábel Anita takaróval a fején feküdt, és kiabált, mert nem akart fölkelni. Isten értes, ugye most volt a 40. szülinapja. Azért nézzük, mert újra jó visszanézni, vagy azért, mert gyermekkori élményeket ébrez. De szerintem jó visszanézni. Jó. Tehát, hogy ilyet látok, én se kapcsolok el. Nyilván azért, mert annyira megfagyok, hogy nem tudok elnyúlni a tényleg ezt néztük régen. Tudod, kicsit zavarban vagyok, hogy ezt nézem, de közben jó ezt nézni. Nosztalgia. Tehát, igen, igen. Taki bácsinak már piros ladája van? Nem láttam. Nem a Taki bácsit még nem láttam. Nem, de a régi még utca nem volt képek. A régi utcaképek. Én azt de szerettem. Mézes mackó felirat, azok a villódzó fények, esti képek voltak, utcaképek Budapesten. A gyerekek, hát a festői gazdagrét, hát azért, érted, mi az a Champs-Élysées, nem? A festői gazdagrét, hol? Ne vicceljél már. Nagyon szerettem. Oké, egy percen pontosan 9 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk Kassa Tibivel a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és friss közlekedés hírekkel folytatjuk, mint mindig. A 37-es számú főúton trafi van, bodrogol a színál, az elágazás környékén Dorka küldte nekünk, aztán rengeteg játék megfejtés. Az M7-es 26-os kilométerénél Siófok felé szintén mérnek, vigyázzon mindenki. Somogyban, Kiskorpadon, hát ékezet nélkül jött, ez sok minden lehet, Kiskorpadon, nem tudom. A 61-es főúton úttól éréses baleset, a két sérült jármű a fél útpályát elfoglalja, Kiskorpád, ugye gondolom. Sala üzente ezt nekünk, aztán igen. Gyöngyösen a Karácsondi úton szintén trafiznak, és a 4-esen is lassú a haladás a 13-as kilométernél, kerülős baleset. Jött ez is SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, ha valaki szeretne nekünk SMS-t küldeni, SMS számunk 06-745 00000. Kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy mi itt a Morning Show-ban Kassa TV-vel folytatjuk. Ha bazin a jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem.
Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintítek el, lennék szerény, ha volna mire? Hey! Kakakaszatibi, kakakaszatibi. Wow! Kakakaszatibi, kakakaszatibi. Hey! Tibi! 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 Kakakaszatibi, kakakaszatibi. Na, hello! Mi újság? Minden a legnagyobb rendben van. Egy őrült problémával szeretnék elétek járulni. Világosítsatok meg, nagy mesterek, hozzatok nekem megoldást, fényt az éjszakában. Az elmúlt hetekben, hónapokban gyakorlatilag folyamatosan bombázák rebellis tínédzser csoportok a Facebookomat, meg az e-mail fiókomat azzal, hogy én kampány... szeretnek. Hogy vegyem el a testüket. És én csak annyit írok, hánykor. De nem, hanem kampányvideókat várnak tőlem, hogy különböző osztályok 10D, 10B, kapott te is? Persze. 10B, 10D, 11C, 11D, hogy én kampányvideóban csak annyit kéne fölmondjak, térdre borulva, hogy könyörgöm, szavazzatok a 11D-re, meg a nem tudom melyik diák igazgató jelöltre, mert csak úgy lehet megnyerni. És még a végére még nagyon szemét módon oda is teszik egyébként, de picike ilyen lelki terror, hogy nagyon szeretjük a humorodat, tehát nyilvánvaló hazugsággal is tetézi az egyébként szívességkérést. Kapogatjátok? De abszolút, hozzám is megérkeznek. Én akkor szoktam megcsinálni, ha személyesen valahol megkeres. 100 like. Nem, azokat vesszük, tudod. Azokat vesszük, nem kérünk ilyet. Nem, hogyha személyesen odajön hozzád valahol rendezvényen, akármi utcán, az tök jó, meg ha jó fejek, de ez, hogy küldjél el magadról, és akkor az olyan nyomorult. De nem, meg egyáltalán, tehát ott állsz a frontkamerában, és könyörös, hogy sziasztok, Kassa Tibi vagyok, kérlek szavazzatok a 11D-re, különben éppen fegyvert szorít a halántékomhoz egy 10D-s, nem tudom... Kérlek szavazzatok egy olyan osztályra, amiből egyetlen embert sem ismerek, nem találkoztunk soha. A városban nem jártam még, a kerületben nem voltam, nagyon kérlek szavazzatok. És aztán másnap olvasol a Hírkeresőn egy hírt, ami arról szól, hogy a 10D megverte az osztályfőn újabb rendbontás miatt, kirúgták az iskolából a... De ugyanakkor meg hisznek benned, érted? Az meg jó dolog, nem? Tehát hisznek Kassa Tibiben, hogy ő vele meg lehet nyerni egy ilyen választást, holott nem. De mit akarsz megnyerni? Ez a fontosabb kérdés, hogy nem tudom, ti meddig vittétek ebbe az iskolai hierarchiába, de hogy ha valakiből kinézem, hogy egy ilyen nyaller valami ilyen iskolai igazgató... Az a Jani. Azt nem mondja. De hogy is. Én nagyon népszerűen voltam, többször is megválasztottak, na, majdnem, ki, de ki meddig vitte az iskolai hierarchiában? Én előre megyek, én a Winnetou őrs vezetője voltam. Ez volt a legnagyobb cím, amit be tudtam tölteni, illetve egyszer voltam ilyen osztálybankár, szedtem az osztálypénzt egy kínos elszámolási incidensig. Utána leváltottak, mi? Figyelj, nagyon, tehát, hogy amit én csináltam, ahhoz képest ez a broker botrány, az kutyafüle. Tehát, hogy figyelj, tehát én azt a körbetartozós pilótajátékos szendvicsvásárlós osztálypénzem majd visszarakom, ha megjön a zseppénz jellegű pilótajátékozást, amit én általánosban csináltam, szerintem azért ma már elvinnének. Ti meddig jutottatok? Én a diák színpadon eljátszhattam kukát. Nem igaz. Most, hogy ránéztem, kapsz egy ilyen kis sapkát, raknak rá három nagyon nadrágot, egy nagy cipőt. Elismerem, mindenki bólintott egyet. Jó, igen. Jó választás. Jó választás, igen. Iskolaiság szerkesztője voltam. Iskola új. A média már ott, látod? Igen. Csináltam magamnak egy újságot, így lettem szerkesztő. Ne hülyeskedj. Dehogy nem. Én suli rádiót vittem, most ugrik be. Tényleg volt, és vitte suli rádiót? Iskola rádiót, ez annyi volt, egyetlen egy kazettám volt, A oldal, B oldal, A oldal, B oldal. De közben szerintem beszéltél. Nem igazán. És az is egy hofi kazetta volt. Egy hét után úgy utáltam mindenkit. Tényleg egy kazettát forgattunk. Tehát de az elég menő dolog volt, mert ezzel lehetett úgy vonulni egy picit. Tényleg iskola rádió. Nagy hatalom volt. Én nótafa voltam. Mi van? Úr is állt a tíz ilyen patanásos lány között, és énekeltél te, és a női kórusba beválasztottak. De később fölnőttek a lányok, tudod? És akkor meg már köcsökfa voltál. Mások fociztak az osztálytársaikkal, de lánykorúsban énekelt. Jó az egyébként. És a varró szakkört is én vezettem. Illetve az élelmezést vitte anyád, amikor ugye bevitte a fél disznót az igazgatóiba. Igen, Balázs. Nekem nem volt nagyon semmi. Nem hiszem. Tényleg nem. Valamilyen rajvezető. Nem, soha, én ezeket mindig utáltam. Az ilyen típusú
kötelességeket, nem szerettem tényleg. Tehát, hogy én mindig renitenskedtem inkább. Nem voltam őrsvezető, nem volt suli rádió, nem volt iskola tévé, semmilyenben nem vettem részt. Én elvettem az ások bérletszelvényét, és eladtam a béseknek. Gyerekek, tudni kellett, 300 forint volt egy bérletszelvény, nálam 150 ér, vagy visszavásároltad a sajátodat, vagy vidáman értékesítettük tovább. Az is volt, hogy vissza lehetett venni? Egy idő után tudták, hogy én veszem. Kell pupika, 150. Oda kell figyelni a tornaórán, vinned kell a cuccodat magaddal. Sajnálom, 150 ér visszavásároltad a bérletszelvényedet, igazán aljas módon vettük el, de utána jó pénzért értékesítettük. Illetve te vezetted az önkéntes szűzoltókat. Az meg a másik, igen. Én inkább szemétkedtem gimiben is, meg általánosban is. De mi az, amiért harcolni tud mondjuk egy ilyen iskola igazgató? Tehát olyanak van valami egy napra kapod meg az iskola kulcsát, viszont a 11D írt, hogy nagyon szépen köszönik, hogy ezt elmondtad, mert már kivágták adásból, tehát megvan a promó. Ja, hogy innen megoldották. Az nem rossz. De hogy ez egyébként olyasmi, mint a szülői munkaközösség, hogy ez ilyen hiperaktív, szemüveges kislányok is sülkeznek el a szemüvegeseket megint. Most nem az. De hogy olyan emberek állnak ebbe bele, aki azt mondja, hogy még van benne tenni vágyás, és akkor még ott tolna valamit az igazgató irodába, bejárkál, vagy mit csinál? Egy napig megkapod a kulcsot általában, és akkor az a nap a tiéd, ott hozhatsz döntéseket, amik a második napon már abszolút nem érvényesek. Tehát egy napra van pozíciód vele. Nem feltétlenül ezek a szemüveges is nyüzsgők. Én emlékszem, hogy mi korteskedtünk a Petrovics Matyi nevű srác mellett, aki később a női vízilabda válogatottnak a szövetségi kapitánya lett. Hát meglehetősen jó vágású. Mondom, milyen fura suli. Igen, aztán átoperáltatta magát. Igen, Mária. És egy kifejezetten jó kép, nagyon jó megjelenésű srác volt, tehát hogy nem ez a szemüveges, kicsit hiperaktív. Most elhívtad én idem, és most mindenkinek visszafizetek mindent. Hát, ha talán be is csajozott. Tehát nem ez volt, neki volt minden bőven, mire mi csak vágytunk. Jó, mindegy. Ezekkel szembesültem most igazából az elmúlt napokban, hetekben, hogy mindenki szeretne egy picikét Kassa Tibiből egy szeletkét a kis kampány videójába. Egyelőre még ellenállok, de hogyha kellő szellemességgel vagyok felkérve, egyre igent mondok, sőt, egyre igent mondunk, behozom, azt majd együtt megcsináljuk. Aha, hozzál egyet bevállalunk. Bevállalunk egyet? De akkor ne, akkor most persze. Jöjjenek SMS-be, hogy ki az a kis, a legszellemesebb felkérés, akkor csináljuk meg négyen, nem? Akkor egyet vállalunk, hogy a Morning Show kóteskedik egy osztály mellett, aki valami jó szellemes olyan kérés küld, amért ez most van ennek az időszaka, hogy ezt menjünk, bevállaljuk? Egyet. Jó. Egyet. Jó. De nem, a kampányvideók azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Gyerekek, sokat beszélgettünk arról, hogy hamarosan vizsgál a házhoz. Nem tetted le ezt az ötletet? Nem. A Facebook nagyon, oldalon beszélgettél sokat. Nagyon. Erről mi is, a rajongóidal. Mi is beszélgettünk róla. Akkor jó, igen. De egyelőre más probléma van. Új szomszédom van. Na. Új szomszédom van. Újra kell játszani a költözet. Újra kell játszani a költözet, és írnom kell bele egy ne hozzá már 8 macskát az udvaromba verszakot. Új szomszédom van, és Happy Gang rajongó. Nem, fie, belepusztulsz. Megjött az új szomszéd, ha látszuk ki, valami alvászavar van, mert 5 óra körül már csörömpöl, egykor jön haza, tehát nem tudom, mivel foglalkozhat, de figyelj, egyszer ébren maradok, azt egy ilyen éjjel látóval kilesem, hogy mivel foglalkozik, de hozott 4 vagy 5 macskát, akik hullacukik, de hogy azok szerintem 5 percet otthon nincsenek, azok komplet életüket az én kertemben élik, és azon gondolkodtam, hogy ilyenkor egy picit nem lehetne erről dumálni, hogy mert ugye ezeket az állatokat gyakorlatilag együtt tartjuk. Ez most kiderült. Tehát reggel kimegyek, ott nem tudom, majd pakolázgatok. Adsz nekik enni? Már ott tartatok, hogy te is eteted őket? Milyen? Most akarok venni egy sokkolót. Nem emetetem, hanem az, hogy valahogy ott az én kertemben olyan nekik a nem tudom, a légkör, hogy oda jönnek, dörgölőzik, és tudod, tehát egy ilyen teljesen rémisztő dolog, hogy bóklászol a kertben. Mert a macska egy nagyon rendszerető állat, és ott aludni szeret, ahol tisztaság van, ahol viszont nincs, oda szarik. Te szemétláda. Gittelnek nálad? Ez addig lesz, amíg meg nem jön killer a kisvizsla, és ott rendet nem rak a kertben. Aha. Na most ez úgy szokott lenni, hogyha nagy macska van, már felnőtt macska és kiskutyát hozol, akkor jó esetben játszópajtások lesznek, tehát már ezért is át fog járni a 8 macska, hogy a vizsláddal játszanak. Meg egy-két ilyen tépetfülű, hogyha fél vakkal, hogyha sokat látott, csonkolt farkú kandúr megtalálja majd a te kis killeredet, tudod mi lesz ott.
Na mindegy, hogy megmondom, hogy egy kicsikét tanástanul állok, milyenkor a mód, azért már állatosak vagytok, vagy már régebb óta vagytok esetleg egy állatos szomszéd, de milyenkor a jó módszer? Hogy a macska ne az én kertemben happy-gengezzen. Feri? Hát, nálunk vidéken érted, nem volt ilyesmi, hogy átjárt a macska, mert a szívlapát megtalálta. Jó, de nálatok 10 születet, akkor 8 vizes vödörbe végezted. Feriként kapd el a macskát, megint ellett 8-at, akkor gyorsan. Nem, azért nem kell. Már a vödörbe ellették. Persze, nyilván. Nem, nálunk egerészni volt a macska, tudod? Tehát hátra ment a jószágok közé, kifogta az egeret, megette, azt kussolt. Ilyenkor, hogyha most én nekiállok, és egy ilyen cirokseprűvel kergetem ordítva a macskát, az kellemetlen. Nem tehát, szép, nem európai. És ott rohangászok a kertben. Viszont szórakoztató, ha valaki felveszi videót. Igen, sok pénzt kapsz érte egy napilagban. Igen, ha lefotózod. Nyilván tudom, Balázs, nálatok akkora telek, hogy nem igazán veszed észre, hogyha valami beszökik, igaz? Tehát maximum a mozgásérzékelő becsípok, hogy idegen... Macskára nem csípok, halló. Macskára nem. Az átmegy a lézer. Macskára átmegy a lézer. Ezért csak serceg egyet, és én csak ezt hallom, de amikor a szúnyogok belerepülnek a lila fényben, én ezt hallom a macskánál. Hozzánk is jár át egy macska dacára annak, hogy nem szeretem a macskákat, de Benni nagyon jól el van vele. Én a macskára való úgy tekintek, hogy nem tudom, hogy férges, gombás, bolhás, tudom, annyi mindent terjesztenek a macskák. Nyilván egy jól karbantartott házi macska nem nagyon. De megszoktuk, mindig jön oda, kirak neki valamit. Meg elszánt, ő elhatározta, van egy cél, akkor is megszerettetem magam. Igen, és a gyerek nagyon jól el van vele, én tartok némi távolságot, de nem akarom elüldözni. Tehát nálunk is van ott a lélakom egy ilyen ki nem mondott együttélési szabály, hogy az én állatomat, az ő macskáját, a kutyádat, az én gyerekemet, az ő belső lombját, dióját, makját, mit tudom én, nem dobom vissza. Tehát ezt kénytelen vagy eltűrni. Hát ez a kertvárosi meg lét. Tudi, van egy, de miért nem maradnak egy a rohadmányos telkükön? Tehát, hogy mindenki, nem lehet, hogy mindenki a kerítésén belül tart állatot. Ne nálam tartsa már a macskáját. Van egy szempont, mindegy, amit egyáltalán nem kalkuláltál bele a dologba, amit viszont én tökéletesen megértek. Újabb lájkokat fog hozni? Nem, hanem hogy az állat lehet, hogy szeret téged, talált benned valami szeretetre méltót. Érted? Erre gondolnék utoljára. Én is. Ha elfogytak az érveim, talán ez még. Erre nem gondoltam eddig. Valóban, a macskák megérzik a jót. Egyébként igen. És benned még maradt valami jó. És a macskák mindig a legpuhábbra fekszenek, ezért van az mindig, hogy kint napoznak. És a hasonlóra. Gyertek, van még hely! Volt, hogy megriadtál, és 8 macska feküdt rajtad, nem volt ilyen? Egyébként volt. Ugye? Kettő. Ott domboltak, az jött ki a párom. Tibi, hol vagy? Tibi, hol vagy? Figyelj, egyébként egy jó kutya megoldja ezt a dolgot. Ha nem együtt nőnek föl, nagyon barátok nem lesznek, a macskák is elszoknak. Tényleg be kell szerezni egy kutyát, de ne valami vizslát továbbra is fenntartom, hogy ne bántsd a vizslákat, valami keveset futó, kevés mozgásigényű kutyát szerez be. Hozzá francia buldogot. Milánoi masztív. De az a buldog, amit te mondasz, az meg az a röfögő, ilyen túltenyésztett, izé, amit húzza hát magát. Figyelj, én francia, angol, igen, cukik, buldog szakértő vagyok, én nagyon szeretem őket. Nincs mozgásigény, egész nap alszik, jól van, külső belső hasonlóság. Abszolút, tehát hogy én hagynám a vizslákat a fenébe. Az én vizslám lesz az, akinek, higgyetek el, aranyélete lesz, ott fogunk futkározni együtt az erdőben, a szadai erdőben, együtt kocogunk, intünk egymástak. Nem! Figyeljétek meg, hogy annak a vizslának aranyélete lesz, az figyelj, úgy fog könyörögni, hogy hadd menjünk egy picit lefeküdni, olyan mozgás lesz ott az erdőben. Jó, de akkor jó tipp, akkor nincsen, hogy a macskákat hogyan lehetne ingatlanul belül tartani, vagy hogy ez én ingatlanomon kívül. Drasztikusabb módszereket tudnánk mondani, na, csak ugye na, nem mondunk, mert megírják másnap, és rossz színben tüntetnek fel minket. Ilyen izét rakhatok? Most ezt viccen kívül kérdezem, hogy ilyen villanypásztorszerű valamit. Nem, hülye vagy. Nem rakhatok? Lehogy de hát abban nincsen nagy árva, csak olyat, ami megvág, hát olyat nem, ami életveszi. Kérdésen nem vonatkozó, nem a témához kapcsolódó, csak úgy általánosságban kérdés. Olyat rakhatsz, hát amivel az állat az embernek nem árt. Belevezetnek X voltot, és igen. Az fölhúzhat szerintem, olyat nem tehetsz, ami veszélyezteti az ember életet. De kell hozzá egy kamuszarvasomat, ha ilyen papírot rak. Tudod, hogy azért lássák, hogy indokoltam. Egy műlovat állítsál föl a kertedben. Van-e, amitől a macska fél? Tehát, hogy van-e mondjuk olyan, amit mondjuk tudnék csinálni, a madár ijesztő, macska ijesztő. Tudok-e építeni macska ijesztőt? Például az nekem tetszene? A banán. Láttam egy videót fönt, egy YouTube-os videót, rengeteg macska van rajta, hogy a banántól kikészülnek, a banának a látványától. Nem tudják értelmezni. Nem tudják. Letették a macska mellé. Szerintem ugyanígy vannak a kelbimbóval is egyébként. Nem hiszem, hogy végig tesztelték 600 zöldséget is, meg gyümölcs, és a banán jött ki. Szerintem egyébként a fejes salátára ugyanúgy néznek. Hogy tudja a macska, hogy ez fejes saláta, ez a sárga viszont olyan furcsa. Lehet, hogy igaz az, hogy nem tudom angolul a kelbimbó. Tudod, a banánt meg simán beírtam. És nem, ha például hozzádobod, akkor tök mindegy, hogy mit dobsz. Akkor írtózik a kavicstól is. Igen. Megdobod.
szabad. Na jó, hozzunk ítéletet? Hát félve hozzunk, kérdezem, hogy az indokolatlan macskák a kertemben jogosan bökik ki a csőrömet. Hát egyes lesz ez. Sovánka, sovánka. Egyáltalán nem. Egyértelműen nem. Figyelj, elmondom, egy zacskóba átozom, és bedobálom a kertedbe, hogyha most erre... Én nem bántom őket, én mindig megnézem, akkor... én távol maradok, a bennek szólom, ha idegen ne simogassam, mert nem akarom, hogy valamit összeszedjen, de nem kerít ellenállhatatlan érzés egyébként a hatalmába, hogy lelőjem őket. Egy tehát forrad, nekem nincs olyan macskák. Egy forrad kosárnyi macskával érkezem az ítélettől függően. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Nem annyi tudok macskád jobb. Lesz, annyi macskád lesz délutánra, Balázs, haigálom a kertedbe a kóbor macskákat. Nálam mind a két szomszédnak kutyája van, valószínűleg azért kerülnek el a macskák. Jobbra pont vizsla van egyébként, balra valami kicsit idősebb, megmagyarázhatatlan külsejű, úgyhogy én biztonságban vagyok. Mondom, délután érkezem egy kosár macskával, tehát a csomagtartódba dörgülözni fog a kocsitban, hozzád egy idegen macskát. És majd akkor meglátjuk, hogy milyen ítéletet. Azt tudod, hogy egyébként, hogy Balázs is mondta, hogy a kutyák elkezdenek egy idő után hasonlítani a gazdájukra. Tehát jó arc lesz, és nem, jó arc lesz szexi. Én azt kívánom neked, szexi... hogy te kezdjél el hasonlítani a kutyádra, és nem fordítva. Mert akkor... Nyalogassam a tökeim? Ezért jó az angol buldog, mert ott már adott az a hasonlóság. Ilyen. Nem kell elkezdeni változni. Fia, ezt akartam mondani, a buldog tökéletes. Hogy a francia buldog. A melső lábaimmal tudom magam húzni a szőnyegen, hogyha viszket a feneken, tudok röfögni, horgolok, szörtyögök. Semmi jót nem csinálnám, te eddig nem csinálsz. A hétköznapjaimról beszélgetünk. Azt gondolom, hogy a kutya tanulna tőled. Semmit látok. De nem azért húztam az időt ez a rengeteg érdekes dologgal, mert esetleg pontosabban ezt te szoktad mondani, Balázs. Van valami két. Fél tíz van, hát lassan kezdek elbizonytalanulni, hogy esetleg az első olyan kedd, amikor nincs témád. Rohadtul nincs. De van! Találtam egy jó cikket egyébként, tudjátok jól, hogy a Facebook nagy ismerője vagyok, sokáig belém akartatok beszélni, hogy vásárlója is vagyok, nem vagyok vásárlója, de nagy ismerője, ez fenntartom. Igen, Tibor Zuckerberg. Igen, Tibor Zuckerberg. Most van egy szabályozás, vagy pontosabban inkább egy érdekes hírt találtam, aminek kapcsán egy picit jobban át fogják gondolni az emberek, hogy miket posztolnak ki hétköznap hétvégén, mert állítólag most már a jelenlegi munkajogi szabályok szerint, hogy nem csak munkaidőben, hanem a munkaviszony ideje alatt kell felelősséget vállalni, hogy megőrizd a céged imidzsét, tehát nem mindegy, hogy mit posztolsz ki, hogy te egyébként munkaidőn túl a közösségi oldalon milyen jellegű tartalmakat osztasz meg, simán lehet, hogy azért másnap behívnak, és szépen kipenderítenek, azért, mert te kicsit belazultál, elmentél bulizni, vagy egész egyszerűen nem úgy töltöd a szabad idődet, hogy a céged imidzse megköveteli, és simán mondjuk egy Facebook poszt alapján kirúghatnak. Hogy ez mennyire komoly egyébként, nekem is van egy személyes ismerősöm, aki konkrétan egy ilyen WhatsApp profilkép alapján lett behívva, és nagyon komoly beszélgetés volt, hogy már pedig ennél a cégnél dolgozó komoly alkalmazottnak nem lehet ilyen jellegű kicsit huncut. Mi volt a képen? A profil. Igen. Sem egy halál szinkron. Hogy értve vacak? Rosszul sikerült? Vacak, igen, majd átdobom e-mailen is elolvasod. Hogy lehet valakinek ilyen profilkép egy ilyen komoly cégnél, ahol nem tudom milyen komoly emberek vannak, akár orvosok, stb. Ott nem lehet egy picit kihívóbb, egy picit huncut a profilkép, mert az mégis hogy néz ki, ha meglátják a kliensek. És ez alapján ott egy komoly ilyen majd, hogy nem fegyelmi eljárás elindult, egy sima profilkép. Ez egy észak-koreai barátod? Mert hogy azért a fura, érted, hogy ebbe a dologba beleszólnak. Ez nem, abszolút beleszólnak egyébként. Én magam is egyébként egy csomó dolgot átgondolok, hogy mit rakok ki, de hogy csak egy picit vegyük gorcsára, hogy mi lehet az, amiért, tehát nincs nyilván a piázásért, azért már mehet a cír. De most, hogy van egy pohár ital a kezedben, és így vagy egy profilképen, akkor te már alkoholista vagy, és a cég hírnevét rombolod? Nem, de az a baj, hogy most nem hiszek el, de tényleg van ilyen. Tehát, hogy ez tényleg egy létező dolog, hogy bizony ott ül a főnököd, és azt mondja, hogy már pedig neked az egész viselkedésed, az egész, de hogyha olyan profilba dolgozol, akkor már nem fér bele. Jó, de mi a határ? Tehát, hogy azt mondod, ez egy érdekes kérdés. Na, hogy mi a határ? Egy pohár piával ott kocintasz a barátaiddal, mert szülinapod van, és ez lesz a profilképed a Facebookon, akkor kirúgnak. De miért valakit zavart, hogy egy 500 eurós a tubákot szívsz fel egy tükörrel? Féltek, én magam is egyébként egy csomó dolgot átgondolok egyébként. Tehát szerintem egyre nagyobb a felelőssége egyébként az embernek abban, hogy mit tesz ki, meg mit nem tesz ki. Tehát mondjuk egy csomó olyan dolog valamiből például szerintem jobb kimaradni. Tehát én magam is mondjuk például én nem politizálok semmilyen szinten, mert nem is érdekel egyébként, de én például mielőtt nagyon belemennék abba, hogy bepötyögjek valamilyen ilyen jellegű dolgot, ami ebben azért megy, én inkább azt mondom, hogy egyrészt a kommentek szélsőségessége miatt, másrészt... Hát azokat mondjuk úgy is intézem, nem? Ja, hát azokat lemérsz. Hát
hogy azért nehezen vannak dolgok, amiket nehezebben mész, például a hozzászólásokat. Hát nem, azért azokat megregulázod egy pillanat alatt. Figyelj, ahogy a nem szócskának az N betűjéhez érsz, abban a pillanatban vagy kiblokkolva. Ide, hogy én tudom, hogy azért elég sűrű. Érted? Hát vagy jót, vagy semmit. Nem ez a Facebook profilot hozzáállás. A kassa. Ti is tudnátok azért mesélni arról, hogy van moderálva vagy oda. Nem, én azt gondolom egyébként, hogy moderálni kell, és moderálni azért kell egyébként, mert onnantól ez a hozzászólások, annak az egy parasztnak a parasztságával lesznek elfoglalva, nem pedig a bejegyzésnek a taglalásával. Hogyha bárki hozzá... De nem a bántó hozzászólásokra gondoltunk, hanem az igazakra. Jó, van, Jani, na. Igen. Azt gondolom, hogy... Azt gondolom, nekem nincs oldalam, nem tudom, hogy moderálnám. Aki már kommentelt nálam, az pontosan tudja, hogy én az olyan jellegű dolgokat mindig meghagyom, ami szellemes, normális, hangvételű. Én egyedül az öncélú parasztkodást törlöm, de az viszont gondolkodás nélkül. Tehát azon nem is mérlegelek rajta, hogy mi van, az azonnal gyilkolom. Pontosan azért egyébként, ez nem a nagy igazság oldal, az én rajongói oldal, de rajongani, gyere, imádj! De visszatérve picit az eredeti témához, ti átgondoljátok? Ti nem nagyon Facebookoztok, Balázs, te egyáltalán nem. Én egyáltalán nem. Nekünk van egy általam szerkesztett Instagram oldal, az egyébként vannak csemegések. Csak mondom, hogy a szólásszabadság minta példánya vagyok az Instagram oldalon, bármit írhattok a képek alá, senki nincs kirakva, senki nincs kipasztolva. Most tervezünk Balázsra egy olyan közös fotót, amin szélcsövezünk, az egyik vége az ő felekében van, a másik az enyémben, nem sokára ez is fén lesz az Instagram. Azért tudok ez nehezen hozzászólni, mert nincs rajongói Facebook oldalam, nem tudom, hogy posztol, vagy ki. Általában tudjuk a dolgot egy picit értékelni, hogy ez merre veszed, hogyha a privát szférádban ilyen módon beletolakodhat egy cég, hogy te nem dönthetsz arról már szabadon, hogy kis saját életedet. Ez a személyiségi jogoknak a megnyilvánulása, tehát abszolút, hogy ez egyértelműen. Tehát, hogy képviseled, ez nem egy céges... képviseled a céged egy kicsit szabad időben. Én is ezt gondolom, tehát hogy az, hogy én mondjuk jó munkaerő vagyok, de én hétvégén elmegyek berúgni, hát hagyd legyen már mindegy, hogy mit csinálok hétvégén, nem? Hát ha jó munkaerő vagyok, jól csinálom, és ezzel a céget nem járatom le, mert mondjuk nem ismert emberként teszem, hanem civilként, akkor szerintem ezért nem árt. Az de az PT, KFT, ZRT, Facebook oldal lesz, hanem a tied, a privát. De ő azt mondja, igen, de ő azt mondja, hogy nyilván ezzel, tehát mondjuk nyilván látják az ügyfelek, tehát lehetnek az ismerősét közt ügyfelek, potenciális ügyfelek, blablabla, bla, bla, és az hogy néz már ki? Figyelj. Ha te mondjuk bulizol, és te mondjuk úgy bulizol, hogy te nem tudom, melyik szökőkútba akarsz fölébredni, hajnal marccal. Mondjuk marccal? Azért azt mondjuk megértem, hogy ne legyen. Akkor megállíts be így. De miért ne legyen? Tehát, hogyha például ott vannak a te kedves rajongóid, akkor be tudod állítani, hogy bizonyos tartalmakat csak ők láthassanak. Tehát, hogyha én a barátaimnak, meg az ismerőseimnek létrehozok meg saját magamnak nyilván egy Facebook profilt, akkor beállíthatom azt úgy, hogy mondjuk a főnököm ne láthassa. Viszont a főnököm megsértődik, hogyha nem ér. Így van. Hát akkor meg azt, hogy nyilván azért vagyok onnan kiblokkolva, mert valami olyan dolog van rajta. De visszautalva pillanatra ahhoz, hogy én mondjuk arccal akarok ébredni egy szökőkútba, mert nekem olyanom van, hogy most vaderezzel a hajamat van. És ez a cégem profiljában nem passzol. Tehát ez könyörgöm. Tehát, hogy ezért én beleszek hívva másnap, hogy de a kolléga azért, mert maga mondjuk értékesítőként vagy területi képviselőként dolgozik valami cégnél, ahova ez nem méltó viselkedés, hogy maga arccal ébred a szökőkútba, és ezért valakit kirúgnak. Egyébként, hogyha a hallgatók között biztos, hogy van olyan, egyébként csak érdekes lenne, hogyha véletlen küldene valaki olyan SMS-t, akit ilyen jellegű dolgok miatt citált be a főnök, és esetleg rúgtak ki a munkahelyéről. Aztán most lenne nekem egy cégem, és ott valakit látnék a Facebook oldalon, hogy arccal a szökőkútban ébred, nem rúgnám ki, de nem biztos, hogy örülnék. Hát tehát azért ebben is van valami. Hiszen arccal van a szökőkútban. Lehet, hogy úgy ismered a hátsó részt, hogy... Bárki lenne azonnal fölhívnám a Ferit, hogy Feri, kérj, legyen szíves befáradni 11 órára. Tényleg bárki, én csak láttam egy képet, hát igen, a kutyapályát szerintem a Józsi, de azért Feri, kérj, legyen ön is ezen a meghallgatáson, ott tehetjük. Igen, valószínűleg ön is ott volt. Hát valószínűleg, köze van az eseményekhez. Legyen szíves befáradni. Az itatás résznél, tuti. Biztos, hogy van egy szemtanunk, Feri, kérj, fáradjon már be az irodába 11 órára, és mesélje már el, hogy mi történt. Szombat éjszaka a debreceni főtéren a szökőkútban. Igazgató úr, addig emlékszem az eseményekre, amíg a Lacival. Tehát ez éppen pedig egy asztal lenne, amin frissen kisült fánkok vannak, és egy gyerekkéz nyúl fel hozzájuk, akkor meg engem rögtön felhívnálak, hogy Janikám, a lopás bű. Igen, tehát ez egy nehéz szerintem, hogy hol van a személyiségnek a határa, meg hol képviseled, meddig képviseled a céget. Tehát azért ez egy munkaidő kívül. Tehát, hogy akkor a cégem... Tehát a munkaidőn kívül is mondjuk vezérigazgató vagy, te a munkaidőn kívül is azért a cégedet képviseled. Kérdés, hogy mennyire privát szféra, intim szféra, egyéni vállalkozó vagy céget képviselsz, az milyen cég? Tehát nagyon sok összetevője van a dolognak, szerintem. Voltatok-e már jogász buliba?
Nem, én nem voltam még. Én voltam annak idején a Krisztállal rengeteg szeréptünk fel jogászbálon. Tehát figyelj, annyi matrészek. Gondoltam, hogy nem alanyi joga. Igen. Én soha nem voltam. Te aki jogász diplomával nyilván mint aranyjogász voltál meghívva. Nem csak, hogy annyi ilyen vállalhatatlanra piált ügyvédet, aki szétfejelve a piszoárt négykézlább mászik. Ez van az orvoshallgatóknál, hát ez van a műszaki egyetemen, szóval ez... Na de pont erről beszélünk, hogy ezek a legköztiszteletben állóbb, nem tudom, szakmák, tehát akkor ennyi erővel, érted? Tehát, hogy akkor milyen alapon rúgsz ki valakit azért, mert így hatalmadban áll, így beletekintenező kis idejébe, hogy ő hogyan tölt. Nem tudom, szerintem egy cég azt adhatja ki, vagy azt kérheti a dolgozóktól, mondjuk, hogy tényleg politikai hangvételű üzenetektől, véleménynyilvánításoktól mondjuk maradjon távol. Azt szerintem egyébként belefér, de én nem hiszem, hogy Magyarországon olyan baromi sokan kérnék azt, hogy te a privát szférádból ne posztoljál. Az lehet egy policy, hogy gyerekek, a mi cégünk nem politizál, és mondjuk maradjatok távol, ne posztoljatok magánvéleményeket, mert szeretnénk megőrizni ezt a fajta politikamentességet. Tehát ezt én mondjuk elfogadhatónak tartom, de nem gondolnám, hogy azért nagyon sok munkajogi per indulna, mert magyar cégek Amerikában ezt sokkal érzékenyebb. Nem, ez egyébként így mondasz. Vagy jobban figyelik, én ettől nem félnék itthon. Hát figyelj, elmondom neked, hogy 2-3 poszttal tudnék magam körül óriás bajt csinálni. De ti is. De nyilván ti mindenki, is. Persze. Mi meg hát egy mondattal, egy poszttal, persze. Hát azért tehát nagyon érzékeny, túlérzékeny sok szempontból ez az ország. Túlérzékenyek is vagyunk már, szerintem az elmúlt pár évben azért itt mindenki baromira túlérzékeny lehet ebben az országban. Tehát már semmit nem mondhatsz anélkül, hogy ne sütnének rád ezt vagy azt, miközben senki még csak meg sem hallgatja azt a megszólalást, amit mondjuk egy rádióban tettél, csak elolvassa az adott újságcikket, és az legalább venni a fáradtságot, hogy meghallgat mondjuk bennünket, ha megjelenik egy cikk. Ami mondjuk szombaton megjelent, és nyilvánvalóan teljesen egyértelmű hazugság, ugye, ami a Borsban megjelent. De hát magukat újságíróknak mondó emberek még mindig azt gondolják, hogy megtehetik következmények nélkül, hogy össze-vissza hazudoznak mindenfélét. Szóval nem tudom, de a Magyarországon ettől nem félnék. De pont ezt mondom, dehogy nem. Hát mi most mind a négyen tudnánk olyat posztolgatni, nem politikai, tehát azt igen. De amire azt mondaná, amire 10 percen neki... belül tehát tudsz olyat hibázni, ami lehet, hogy őszinte, csak már annyi, már átgondolod, hogy nem akarom én kirúgatni magam, nem posztolok ilyet. Tehát simán tudnál olyat kiírni, hogy ez és ez, nem tudom, bla bla bla, és 10 percen belül csörögne a telefon, vagy hétfőn már nem kell bemenni. Ti is tudjátok, hogy tudnátok ilyet posztolni. Hát persze, hát érted, de akkor magyarok közösségi média alapján simán kirúgathatod magam. Tehát, hogy Magyarországon, hogyha mondjuk nem azt nézzük, hogy mondjuk a főnökeid vagy a munkáltatóid szólnak be neked azért, amit posztoltál, ami adott esetben egy szélsőséges poszt volt, tehát nézd meg, hát egy csomó közszereplő van, aki csak az életmódjával folyamatosan célkeresztbe állítja saját magát, hogy az életéből kiragadott momentumokról, amik egyébként teljesen ártalmatlanok és elfogadhatók, hogyha tudjuk, hogy ő mondjuk milyen anyagi helyzetben van, vagy hogy milyen társadalmi státuszt tölt be, hogy folyamatosan ezekkel a posztokkal célkeresztbe állítják magukat, és folyamatosan beszólnak neki, cinkelik őket, degradálják őket, leszólják őket olyan stílusban, hogy az egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát nem kell ahhoz nagyon szélsőségbe gondolkodni, elég, ha kiraksz egy ízét, egy tál ételt, ami mondjuk olyan étel van, arra rajta két kagyló. Na akkor, na hát persze, mert neked telik erre, de nekem paprikás. Hát igen, csak ez több kérdést vett fel szerintem. Szóval, ha például ezt említett, hogy kell-e közszereplőnek mondjuk nem tudom fotózkodni jelen pillanatban, jelen morális, egzisztenciális állapotban mondjuk Magyarországról úgy elutazol valahova, hogy mondjuk nem tudom, fekszik a fehér homokos tengerparton. Erről sokan azt gondolják, hogy kell, sokan azt gondolják, hogy herkeli, és sokan azt tessék. Úgyis tudják, hogy megteheti egyrészt, akkor hazudjon a saját életéről. Én ezt nagyon máshogy látom. Erről nagyon más gondolok. Ez szerintem nem feltétlen hazugság. Tehát, hogy ha te elmész, de nem posztolod, attól te még ugyanúgy ott voltál, én szerintem fölöslegesen ingerelni nem kell az embereket. Tehát nem rád gondolok. Tehát, hogy szerintem jelen pillanatban Magyarországon azért nem jó a helyzet sok szempontból. Ugye? Na most én elmegyek, de kiteszem, én szerintem kell annyira tapintatosnak lenni egy közszereplőnek, hogy elmegy, de nem hivalkodik azzal. Ő ugyanott ott van,
De igenis, a mi feladatunk kicsit gondolni azokra, akik nem mennek el, vagy nem tudnak elmenni. Látom én ezt így, sokan úgy, hogy közben megdolgozott érte. Igen, sokan megdolgozott érte, és azzal sincs baj, szerintem nagyon-nagyon védhető a másik oldal is, bármelyik közszereplő részéről, aki az elmúlt három hónapból posztolt valahonnan valamit. Még ha posztolsz is, szerintem egy barátnős képpel, például amit te posztoltál, semmi baj nincsen, de ha valaki úgy posztol, hogy láthatóan a polgárpukkasztás az ő célja, azt szerintem azért fölösleges irritálása a magyar embereknek, mert nagyon sokan félreértik, nem tehetik meg, és én ugyan elmegyek, de vagyok, vagy lehetek annyira tapintatos, hogy ezzel nem hergelem elsősorban azokat, akiknek mondjuk nincs anyagi lehetőségük elmenni. Én elmegyek ilyen helyre, nem mondom, hogy nem megyek. Én soha nem tennék ki egy ilyen képet. Mert kicsit együtt érzek azokkal, akik ugyanakkor nem tudnak, vagy legalábbis, ha már segíteni az ember nem tud, nem hergelem őket teljesen feleslegesen, mert ma ez kicsit hergelésnek számít, de ugyanakkor a másik oldal azt mondja, hogy megdolgoztam, leadóztam, miért nem mehetnék el, és miért ne tehetem ki. Én ezt is megértem, ez egyéni érzékenység kérdése szerintem. A közszereplő másféle megítélés is benne van, mert mondjuk ugyanaz a poszt egy közszereplőtől, meg egy úgymond átlagembertől, teljesen más reakciót vált. Az átlagember felrak egy disznóvágást, és mutatnak egy asztalt, ami tel is tele van hurkával, kolbásszal, mindennel. Hogyha ezt egy átlagember rakja fel, akkor nem érdekes, természetes, ha ezt egy közszereplő, na hát persze. Igen, de szerintem most olyan a helyzet, hogy nem biztos, hogy jó egy ilyet kitenni. Tehát kicsit gondolni kell azokra, és ez nem feltétlenül azt mondja, hogy te eszel valamit, ne fotózz le, ülsz egy jó autóban, ne üljél, mész valahova a családoddal is, ülsz egy dzsibbe, hát ne fotózz le, de hogy szerintem közben egy közszereplőnek el kell kezdeni már erre is gondolni, hogy én eljuthattam XY helyre, ahol fehér a homok és gyönyörű a tenger, de tudja a családom, tudják a barátaim, de nem feltétlen teszem ki, mert kicsit én közszereplőként igenis érzékeny vagyok, vagy érzékeny vagyok arra a társadalmi rétegre, akik nem juthatnak el. Most mit érek el vele? Bizonyítanom kell, hogy eljutottam erre a helyre? Hát úgyis tudja nem, mindenki. Nem védem magam, csak a másik oldalt akarom picit képviselni. De nem érdekel a másik, képviselt, hát az a jó. Én azt gondolom erről, hogyha nem úgy teszed ki, hogy itt ilyen az idő, hát nálatok, tehát hogyha nem az van, hogy te szándékosan hergesz, rengeteg ilyet látok, amikor tényleg az van, hogy hát ma reggel így virrattam, nem tudom, remélem ti is jól vagytok, ha ilyen jellegű a poszt, hogy benne van ez a kivagyiskodás, akkor szerintem egyértelműen baromság. De egyébként gondolj bele, hogy hány olyan ember van, aki egyébként amúgy is ezeket a képeket keresi, mert imádja az ilyen szép tájakat látni, raksz ki fotókat, szép dolgokat, megörökítesz videókat, egy picit talán motiválod is, hogy majd egyszer eljuthat ide. Tehát nem hiszem, hogy ebbe feltétlenül az van, hogy nézd nekem milyen jó, neked pedig milyen rossz. Nem, hogy ez egyértelműen az összes képet lehet, be lehet állítani. Tök motiváló dolog, hogy de jó lenne egyszer ide eljutni, egy kicsit nézegeted, odamész egy pillanatra, egy 2-3 kép erejéig elfelejted a gondot, bajod, mert nézed, de szép színes, milyen szép tájak vannak, gyere kicsim, nézd meg, épp hol vannak. Ha azt az embert, akit egyébként követsz, éppen kedveled is, akkor még feltétlenül a jó édes anyjába se akarod elküldeni, azért, mert szép helyen van. Meg én azt mondom, hogy nem minden közszereplő azzal a szándékkal teszi ki, hogy hergelje. Nem is így gondolom. Ha nekem lenne egy oldalam, és például én elmennék, én valószínűleg úgy tenni, hogy nem teszem engem ki, és kicsit visszafogottabban élem meg azt, ami mondjuk nekem jut, de nem teszem ki, és nem csak azért, mert nem tartozik másra, hanem egyszerűen nem valahogy úgy hoz a dolog, de nem feltétlenül gondolom, hogy valaki eljut, mit tudom én, Kubába, barátjával, kitesz a közösség oda, akkor az azért rakja, hogy na most akkor nézzétek meg, hol vagyok, nem ezt mondom, én valószínűleg úgy döntenék, hogy nem teszem ki. Engem, mint a rajongódat, például, hogy ha az lennék, akkor engem motiválna. Érdekelne. Engem motiválna. Hát, nézd ott a Balázs, de örülök, hogy láthatom a Balást ott. Meg aki beszól, az egyébként beszól bármire. Mert annak tök mindegy, hogy mit raksz ki. Kirakadsz nem is neki kell megfelelni. Egy kőszegi képet is kirak. Ja, persze, mert el tudsz menni, én meg nem voltam már. Ez egyéni érzékenység, egyéni inger. Közben mindenki máshogy gondolja, persze. Én így gondolom, de tök máshogy csinálják. Más nem, egyáltalán nem ítélem el azt, aki máshogy gondolkodik. A téma lezárásaként celebek és átlagemberek, minden egyes Facebook közösség tagja csak csinyán a képekkel, meg kivágnak, mint a macskát. Így van. Legyen ez egy jó végszó. Tibinek köszönjük szépen, 3:40 múlt 2 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc van pontosan, 10 óra, gyorsan mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Arról beszélgettünk, hogy szülőként az ember mit nem akar mondani a saját gyerekének, amit ő is hallott. Tegnap elmondtam a Beninek, hogy hajolj le, miért nem hajolsz le, szög van a derekadban, szörnyű volt, majd kiugrottam az ablakon, de gyermekkorunkban ezt is hallottuk sokat. Valamint felhívtuk Benedek Zsoltot, a Benedek Team vezetőjét, hogy mondja el nekünk, mi történik a futóversenyeken, mi az a kenyai bérfuttatás, általányban vagy bérben futnak, ugye tulajdonképpen befejezve a tegnapi témát, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Na már hívjuk is a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show.
Ővé az ajándékcsomag, ha kicsöng, kicsöng. Nagyon jó. Morning show! Ez az! Hello! Te se írtad alá, hogy hívna. Feri vagyok. Feri, hol hallgatsz minket? Budapesten hallgatlak titeket. Budapest. Nagyon jó SMS-t írtál, bekerült egyébként a Best of-ba, és most hallottuk, annyit írtál. Igen, igen, igen. Ez az ember a futás kozsója. Ezt mi nagyon szerettük, Feri. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója, küldünk egy klassz kis ajándékcsomagot neked, és hallgass meg a reklámblokkot, mert ott még plusz ajándékok is várnak rád. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Rendben, sziasztok. Hello, hello, hello. Csabikám, remek zenék? Csak röviden mondom, de három sztárt egy dalban. Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, három teljesen különálló világ. Egy dalban. 4-5 seconds. Azt a mindenit. Azt hittem, azt mondod, hogy három sztár egy dalban. Zsán, Michel, Zsán. 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma, mi pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Ciao, ciao.